Sziasztok! Nagy-nagy örömmel és lelkesedéssel köszöntünk mindenkit immáron megint az NB1-ből, a Loki Zóna harmadik évadának hatodik epizódjában, azaz a záró epizódban járunk, és négyen fogjuk kibeszélni, mi is történt a DVSC-vel az elmúlt hónapok során. Itt lesz beszélgetőtársnak Balázs. Üdvözlök mindenkit, hajrá Loki! Red Boy. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Anderson. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit! Valamint jó magam, Csibu. És akkor kezdjük is egy körkérdéssel. Hogyan éltétek meg a szezon egészét? Kezdjük mondjuk veled, Anderson. Hát, egy jó nagy hullámvölgyként. Vagy hullámvasút, hogy egész pontos legyek, nem hullámvölgy. Bár elég sok hullámvölgy is volt benne. Azért a szezon elején szerintem reménykedhettünk abban, hogy ennél simább lesz, és nem kell tényleg ennyire az utolsó fordulóban is még azon izgulni, hogy egyáltalán feljutunk-e. Én bevallom őszintén, azért többet vártam összességében ettől a szezontól, de másfelől az is tény, hogy a realitás az, hogy összességében nehéz volt feljutni a riválisokat is figyelembe véve, és ilyen szempontból ez mindennél fontosabb volt. Tehát, hogyha ezt nézem, akkor bajnokként feljutottunk, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy feljutottunk. Emiatt nincs szerintem különösebb okunk a panaszra, hiszen a Vasas nálunk jobb anyagi feltételek mellett nem tudta ugyanezt megtenni. De egyébként attól még a hiányérzet kicsit ott van. Red Boy, te hogy élted meg ezt az egy évet? Hát ez egy, hát, hogyha normális szót próbálni kellene, abszolút egy hullámzó szezon volt, főleg a tavasz, és hát annak örülök én is, hogy feljutottunk, de a feljutásnak a mikéntje az már nem volt annyira jó. Igaz, azzal nem lehetett így legalább a Merkaltin-Bank ligát megvádolni, hogy hát abszolút nem volt izgalmas, meg hogy izgalmakban nem volt hiány, mert mi aztán gondoskodtunk róla, meg a teljes hátsó alakzatunk. De hát végül is az a lényeg, hogy visszajutottunk, és azért az nem sok csapatnak sikerült szerintem a magyar bajnokságba, hogy kiessék, és utána egyből vissza is jut. Tehát így a vége a történetnek abszolút pozitív. Balázs? Hát az őszi szezon az nyugis volt, a tavaszi meg stresszes, így röviden, tehát az ősz alapján nem fenyegette semmi veszélye feljutásunkat, nagyon simán vezettük a tabellát, hoztuk a hazai meccseket szinte végig, egész ősszel, sokszor kapott gólok nélkül, idegenbe szokás szerint hullajtottuk a pontokat, de döntetlenekre futotta, tehát azért a vereségek elkerültek minket, és aztán jött egy ilyen fordulatos tavaszi rajt, mindenkit meglepve ugye az edzőváltás, és hát ott azért az komoly pontokba került mind az edzőváltás előtt, mind közvetlenül utána az a pár hét, ami azt az ősszel felépített magabiztos előnyünket pár hét alatt a nullára redukálta, és hát megint a végéig izgulni kellett. Összességében úgy érzem, hogy elpocsékolt év volt ez, mert az alapvető célon kívül majdhogy nem semmiben nem tudtunk előrébb lépni. Annyi, hogy legalább az új edző az új szemlélettel kapott egy közel fél évnyi időt, hogy elsajátítassa a csapattal, csak hát tudjuk, hogy a csapat egy részét ki kell dobni a kukába, szóval amit ők begyakoroltak, azt most majd újra kell begyakorolni másokkal. Úgyhogy ez van. Remélhetőleg azért a csapat magja egyben marad. Viszont ebből a szempontból lehet, hogy mégsem volt annyira elpocsékolt évez, hogy kiderült, hogy igen, ezek a játékosok még NB2-be is kevesek, és talán reménykedhetünk benne, hogy ennek következtében lesz most a keretben nyáron valami fajta megtisztulás, mert ez nagyon látványos volt, főleg mondjuk a védelmünk esetében, hogy ezekkel a játékosokkal totál reménytelen benn maradni. És az, hogy ilyen rossz meccseket produkáltunk, erre az egyre jó volt, hogy talán ezt már nem lehet tovább elodázni. Jó, igen, ebben egyébként nem gondoltam bele, és igazad van tényleg, tehát most, hogyha belegondolok, hogy Kondás maradt volna, és akkor azzal a kis unalmas focikával
feljutottunk volna ilyen döntetlenekkel, de ilyen vészesen szarmeccseink nem lettek volna a védelemmel, akkor lehet, hogy megint ezzel a védősorral vágtunk volna, mert az NBA-nek esetleg egy-két poszton lett volna csere, de hogy nem ilyen drasztikus módon, mint ahogy várható, hogy hát kvázi senki nem marad a védelem közepéből így. Igen, csak ez azért furcsa számomra, mert azért nem egy, nem két éve mondjuk ezekről a játékosokról, hogy nem biztos, hogy velük kellene, hogy kezdődjön a Loki kezdőcsapata bármikor is, amikor kimegyünk a pályára, és tessék, csak bebizonyosodott, hogy nem látjuk ezt feltétlenül annyira rosszul sok-sok játékos esetén. Ettől függetlenül egyébként már most leszögezem, hogy mindenkinek köszönjük a teljesítményét, hogyha tényleg oda tette magát, meg amikor oda tette magát, és igyekezett a DVSC-ért tenni. De hogy én is válaszoljak az eredetileg feltett kérdésre, szerintem borzalmas év volt, legalábbis számomra nagyon az volt, de nagyon sok pozitívumot hozott az én szememben, például egyébként a saját nevelésű játékosoknak a játszatását, vagy olyan igazolásokat, gondolok itt a korábbi saját nevelésű játékosainkra, Vargára, Korhutra, Dzsuzsákra, akit így megint tudtunk látni a DVS címezében, úgyhogy voltak pozitívumok benne, és azt is tegyük hozzá egyébként valamennyire a csapat védelmében, hogyha a realitás talaját néztük, akkor egyértelmű volt, hogy a Vasas és a DVSC kimagaslik ebből a mezőnyből. És az, hogy 77 ponton állunk az utolsó előtti fordulóban, és még nem biztos a feljutás, ahhoz az kellett, hogy legyen még egy-két olyan csapat a kettőn kívül, aki nagyon oda tette magát. Tehát ez ilyen szempontból szerintem egy kivételes eset volt, hogy volt egy harmadik csapat, amelyik az utolsó fordulóig ott volt még harmadiknak, és aztán a végül a Gyirmót ugye be is tudta húzni ezt a feljutást a második helyen, megelőzve szerintem hatalmas dologként a Vasast. Úgyhogy ha ez nem lett volna, és hamar mondjuk a Vasas is meg a Loki is leszakad a mezőnytől, akkor már a feljutásunk az a tavasz közepétől kezdve az fix, és onnantól kezdve egyébként nyilván a csapat is szerintem nyugodtabban játszott volna, és szerintem így a nyugodtság mellett beleférhetett volna az is, amiről ugye beszélünk, hogy fontos a felkészülés az NBA-re, és akkor jobban lehetett volna más dolgokat is kipróbálni, tesztelni, megnézni, de így gyakorlatilag mindig menni kellett a jó eredmény után. Na és akkor már beszéltünk egy-két dologról, érintettünk egy-két dolgot, de mielőtt tovább mennénk, van nekünk egy táblázatunk, ugyanis tippelgettünk a szezon során, voltak köztük vicces tippek, voltak köztük egész pofásan eltalált dolgok is. Nézzük meg úgy, hogy Balázs, átadom neked a szót, és szerintem ki is vetítesz nekünk egy ilyen táblázatot. Így van, ez már kint is van. Volt nekünk egy évelei, az évelei adásban egy ilyen Loki Totó nevű játékunk, ott ugye 10 ilyen, hát előrejelzés, hogy szokták ezt mondani, ez az amerikai szakszó, ez a prediction jellegű kérdés volt ilyen, hogy hány vereségünk lesz, átlag nézőszám, blablabla, láthatóak egyébként, illetve télen szintén egy ilyen 10 kérdéses körkérdést nyomtunk, abból ott mondjuk egyet kivettem, mert ott az volt a kérdés, hogy melyik a legerősebb kezdőnk szerinted, szóval azt kivettem, és akkor így a 19 állításra lehetett tippelni. Itt a pontozást úgy csináltam meg, ahol ilyen egyértelmű tippek voltak, például eldöntendő kérdések, vagy ahol játékosokra, vagy csapatokra kellett tippelni, ott a teli találatot díjaztam 2 ponttal, ha nem talált, akkor értelemszerűen 0 pont, és ahol olyan volt, hogy mondjuk nézőszámot, vagy helyezést, vagy pontszámot kellett tippelni, ott aki a legközelebb állt, ugye az lett a 4 pontos tipp, aki a második lett, az 2-t kap, aki a harmadik az 1-et, hasonlóan a meccs utáni szavazásokhoz. Hát nem tudom, végigmehetünk itt sorba, ugye hány vereségünk lesz a szezonban. Itt igazából szinte mindenki többet mondott a valós értéknél, egyedül Gold mondott kevesebbet, de a 6-ot az senki nem találta el. Hát a nézőszámnál ugye nem sejtettük azt, hogy a szezon fele a zárt kapus lesz, így itt a végeredmény is azért van becsillagozva, az a 3722, mert az csak a nézők előtt lejátszott meccseknek az átlag nézőszám, tehát ilyen szempontból nem is annyira reális ez az egész így, hogy nem egy teljes így szezon. Van, így van, szerintem nem én nyertem volna ezt a kört, hogyha nincs ez a Covid, tehát akkor jóval többek lettek volna a végére az átlagnéző számaink is, mert azért lett volna egy-két olyan mérkőzés, amire elég sokan kimentek volna. Azt még szerintem fontos hozzátenni, hogy ugye ezt az első forduló előtt tippeltük meg.
Így van. Ez azt jelenti, hogy akkor még azért sok olyan érkezőnk nem volt a csapatban, vagy például Varga Kevin is itt volt, de aztán ő távozott. Tehát azért voltak olyan játékos állománybeli változások, amik tudatában szerintem sok mindent máshogy tippeltünk volna meg. Akár például a vereségek számát is, vagy a játékosokra vonatkozó dolgokat. Hát azt nem érintette, majd mindjárt megyünk sorba. Ugye a harmadik kérdésnél, hogy a négy fiatal közül, aki megfelelt a fiatal szabálynak, ki fog a legtöbbet játszani. Na most itt annyi kiegészítés, ami nem látszik a táblázatban, ugye Barát lett a legtöbbet játszó, de az a helyzet, hogy Pintér is ugyanannyi meccsen lépett pályára, mindketten 22 meccsen, viszont én a játékperceket néztem, és abban Barát majdnem egy meccsnyivel többet töltött a pályán. Ez egyébként számomra meglepetés volt, én azt hittem, hogy Pintér lesz az, aki a legtöbbet volt pályán, de végül is Barát az utolsó fordulós végigjátszott meccsével kvázi megelőzte, mert addig szinte fejfej mellett haladtak, de talán Pintér egy picivel előtte volt. De látod, szerintem itt is behatárolta azt, hogy Lakatost írtátok, vagy mondtátok többen is, és akkor még nem tudtuk, hogy Korhut érkezik. Mert, tudjuk, nem, hogy... nem ugyanaz a poszt, mert Lakatos jobb hátvéd, igen. Ja, jó, akkor... Hát itt, pedig próbáltam segíteni, hogy igen, miért itt, volt az a Lakatos, én mondtam azt, hogy Lakatos, én ugye az edzőmeccsek alapján mertem betippelni, mert ott tetszett a játéka, és ugye tudtuk, hogy nincs klasszik jobb hátvédünk a keretben, csak Kusnyír, illetve Pór, és hát ugye még akkor nem tudtuk, hogy Bévárdi majd jobb hátvéd lesz tavasszal, hogy én azért tippeltem őt. Itt igazából egyedül Lukasz volt az, aki Barát nevét megemlítette, így ezt a kategóriát ő vitte el egyedül. Ja, hány fiatalt építünk be hosszú távon, ez egy olyan kérdés, ami azért relatív, mert ezt még most nem tudod megmondani, viszont azért az egyet én azért írtam be, mert az idei szezonban is egy olyan játékosunk volt, aki standard alapember volt, és szinte minden meccsen lehetőséget kapott, amikor elérhető volt, ez ugye Bárány Donát. Hát itt a többiek azért a fiatal szabályt figyelembe véve is rotálták egymást, ugye Pintér, Barát szinte végig egymást váltották a kezdőben, és hát Bényeinek meg a sok sérülés miatt szintén nem sikerült azért állandó tagságot kiharcolnia, így én egyelőre ezt az egyet jelöltem meg. De a Celni meccseken hány néző lesz? Hát ugye a kvázi idegenbeli meccsen ott a Vártnál sokkal többen voltak, ugye a hazai pedig zárt kapus volt, tehát itt sem volt igazán pontos ez a tippelés. Kikkel harcolunk a feljutásért, ez egy vicces kategória volt, itt azért vannak vicces tippek, én úgy gondolom. Tehát itt az MB2-ből is kieső Kaposvárt megemlítették többen is, illetve népszerű tipp volt a haladás, ha jól látom, majd, hogy nem mindenki várta volna a haladást a bajnoki címért való, vagy a feljutásért való harcba, de az ugye nem talált, tehát a Vasas nyilván mindenki mondta, a Gyirmótot viszont csak hárman említettétek meg, úgyhogy ilyen szempontból ez egy érdekes kategória volt, azt mondja, hány pontot... És bocsi, igen? Bocsi, a Pécset sem említette senki, igen, pedig azért... Hát őket nem vettem bele, mert végül is csak három csapat lett a végére, aki harcban volt. Igen, csak hogy nem tippeltük meg, hogy igen, meg igen. Esetleg harcolunk velük. Még az hát ők ugye újoncok voltak, tehát azért nem várta senki a Pécset. Ugye hány pontot szerzünk az első hét fordulóban, azért hetet írtunk akkoriban, mert ugye azok voltak az augusztusi meccsek. Itt azért te meg én, Sibu meg én eltaláltuk a 14 pontot. Házi gólkirály, megint csak egy nagyon vicces tipp sor, ha megnézitek, Gold mondta egyedül Bárányt, mindenki mást is lert, ezzel nem találtuk el, elég csúnyán mellélődtünk. Hát beszélünk majd Tislerről, szerintem ő azért... Hány gólja lett végül? 6? 7? Talán 7 vagy 8, most nem tudom, már a Szent Lőrinc meccs ott a végén az a plusz 2 még hozzátett neki, hogy 7 vagy 6 vagy 7 vagy 8 lett. Már nem akarok hülyeséget mondani. Hány pontunk lesz, és hanyadik helyen zárunk? Itt az első helyet azt nem, egyébként nem sokan tippeltük meg. A pontszámot nem találtál senki, de itt azért én álltam legközelebb 2 pont híja a teli találathoz. Aztán volt egy olyan kérdés, hogy igen, ez már az őszi, vagy a téli tippek, ami innentől jön, hogy Kondással fejezzük-e be a szezont. Hát itt mindenki azt mondta, hogy igen. Nem vártuk, hogy
amikor már elkezdődik a tavasz után a menesztik. Hány pontunk lesz az első 5 meccsen? Hát itt ugye 2 győzelem, 3 vereség. Nem tippeltünk ilyen kevés pontot mindenki, majd hogy nem 10 fölött, vagy 10 közelit tippelt. Ki lesz a tavasz meglepetés embere? Hát nem hittük volna, Zsuzsák Balázs megtátosodott, én őt írtam be végül is ide, mert meglepően húzó ember lett, én úgy gondolom. Úgyhogy ez nem talált ez a kategória. Következő kérdés rá vonatkozott, hogy fog-e gólt szerezni, nyilván szerzett is, végére 5-öt is, úgyhogy nem is annyira rossz. Melyik fiatal lesz a legjobb tavasszal? Hát itt jellemzően Bényei és Bárány neve került elő. Bárányt fogadtam el, mint győztes tipp. Meddig jutunk a kupában? Ugye az MTK a negyed döntőben ejtett ki, volt itt 2 nagyon optimista tippünk a döntővel, az nem jött össze. Lesznek-e nézők előtt lejátszott meccsek? Itt azért a többség azt mondta, hogy lesz. Bár ti is, és még azt is megmondtátok, a többségetek, hogy az utolsó pár meccsen lesz majd csak. Ez be is jött. Hát a másik feljutót senki nem találta el. Itt Vasas meg Pécs volt a népszerű tipp a télen. A Gyirmótra nem gondolt senki. És hát a Deac bennmaradására pedig 2 optimista tipp érkezett, de nem találtuk el. És hogy ők nem találták el, a többiek pedig jól tippelték, hogy nem maradnak bent. A legtöbb pontja így Andersonnak lett, Csibu Lukasz második hely, enyém pedig a bronzérem. Úgyhogy ez egy ilyen kis érdekes játék volt. Még a Loki Totóra szerintem pár nézőnk is tippelt annak idején az adásnak a linkje vagy cikke alatt, vagy talán a YouTube-on, úgyhogy aki emlékszik rá, az visszakeresheti és összevetheti az évelei tipjeit a végső eredményekkel. Na és hogyha már itt a végén volt szó a nézőszámokról, akkor hogyan éltétek meg azt a fél évet, hogy november elejétől kezdve egészen most májusig nem tudtunk mérkőzésre menni, csak itt az utolsó pár fordulóban. Jobb volt ez így, vagy jó lett volna azért, hogyha tudunk meccsre menni? Szerintetek jót tette a csapatnak, vagy éppen inkább visszafogta őket? Mit gondoltok erről? Hát én elmondom gyorsan, ugye nekem nagyon hiányzott már a meccse menete. Fél évet ilyen sokat soha nem hagytam ki, mióta 2003 óta én meccsre járok. Hát ilyen max. 1 meccsek maradtak ki nekem szezononként, nem hogy 2, tehát így zsinórban 2 is ritka volt, hogy kimaradt volna. Most meg egy komplett félszezon. De ha nem lett volna a zárt kapu, lehet, hogy akkor is sok meccset kihagytam volna ott már az ősszel. Már ugye annyira egy túrát sem mertük bevállalni. Utána is ugye kaptunk már olyan híreket, hogy sokan ott megfertőződtek, szóval az már azért egy elég necces időszak volt. És hát még itt az újranyításnál is azért ment a vacilálás, hogy akkor egy oltással menjünk-e még meccsre. Így is, hogy mentünk, ugye azért nem ültünk be a sűrűjébe, úgyhogy nehéz időszak volt, rosszabb, mint a tavalyi, ugye ott azért mégiscsak a egy meccs volt kvázi zárkapus, az is egy idegenbeli meccsünk volt, úgyhogy abból, ja nem volt egy Zeta elleni hazai, ami szintén zárkapu volt, szóval ott ugye a nagy leállás miatt ugye meccsek sem voltak, de utána egyből beindult a nézők előtti foci, úgyhogy ez az idei szezon ilyen szempontból még rosszabb is volt, nehezebb is volt a tavainál. Ennyi. Anderson? Szerintem a csapaton egyébként érződött a nézők hiánya érdekes módon. Tehát én azért azt láttam összességében, hogy sok olyan meccsünk volt, ahol lehet, hogy mondjuk nem engedjük ki ilyen könnyen az előnyt a kezünkből, bár mondom ezt úgy, hogy a haladás ellen is ezt tettük nézők előtt, de mégis valahogy mondjuk a Nyíregyháza meccset érzem talán ilyennek, a hazai 1-1-et, ahol lehet, hogy ha nézők vannak, akkor megnyerjük a meccset. Alapvetően azért nyilván más úgy játszani, hogy ott vannak a nézők, főleg hazai pályán. Az tud egy plusz motivációt jelenteni. Én még ide venném egyébként az MTK elleni kupa meccset is. Igen, talán is, azt is. Ott talán is sokat dobhatott is volna, mert amikor már tudod, fáradsz, meg olyan van, akkor lehet, hogy hozzátesz egy lapáttal, hogy gyerünk.
Igen, ott ugye azért félig elveszett a hazai pálya előnye, még ha nem is teljesen. Én személy szerint nem éltem meg akkora változásként, mert így, hogy nem Debrecenben élek, így ritkán tudok a hazai meccsekre eljutni, idegenbe gyakrabban némi túlzással, de azért összességében nem olyan gyakran sikerült az elmúlt években sem meccsekre kimenni. Látva a játékunkat, ez nem is mindig hiányzott. Úgyhogy emiatt mondjuk nem tudom, mennyivel lettem volna kint több meccsen, ha nincsenek az ártatós meccsek. Redboy? Hát igazából a végére én már szinte megszoktam ezt az egész helyzetet, meg mióta kereskedemben dolgozom, én nem túl sok meccset tudtam úgy kimenni, hogy két egymás követő, mert abszolút kivitelezhetetlen volt, de viszont csatlakoznék Andersonhoz olyan szempontból, hogy látva a csapatnak a tavaszi produktumát, néha egy-két itthoni meccsét inkább jobb is, hogy nem voltam ott. Inkább néztem otthon, és akkor nem kellett bosszankodnom, hogy még utána, majd még a meccs után még haza is kell jönnöm. De tehát remélem, hogy az új szezonban már azért több meccsen kint tudok lenni. Számomra a meccsrejárás az egyfajta szertartás, és azáltal, hogy csak a meccs előtt 3 perccel bekapcsolom a streamet, azáltal ebből az érzésből hatalmasat veszítek. És tehát hogy értsük ezt a szertartást? Az, hogy megvan az a procedúra, hogy oké, egy órával meccs előtt összeszedelgetem a dolgokat, jobban érdekel, hogy ki fog játszani, kit látok majd a pályán, begördülök a parkolóhoz, keresek valami parkolóhelyet, közben már mellettem is folyamatosan, akiket átengedek az autóval, gyalogosokat, piros mezben vannak, ott van rajtuk a sáv, megvan az a hangulat, hogy megy mindenki a stadion felé, akkor ott leállok, akkor kiszállok, akkor már is van egy-két ismerős arc, lehet már elkezdeni egy-két személyebb beszélgetni, meccset glatolgatni, na, vajon mi lesz, jön a pattogatott kukorica illat, meg a szotyi héjcsörg is, megvan ennek az atmoszférája, még akkor is, hogyha csak 1000-2000 fő megy ki, de mégis élményt biztosít, hogy egy közösségi élményben van részed, bemész, hogyha nem játszik jól a csapat, akkor közösen lehet kiabálni, hogy gyerünk már, meg ébresztő, ha meg éppen jól megy, akkor közösen lehet örülni, tapsolva, ordítva, ugrálva, akinek hogyan jól esik, és mégiscsak utána vége, lefújják, akkor is még ott meg lehet tapsolni a csapatot, akár meg lehet várni őket egy picit pacsizásra, hogyha olyan jól sikerült a dolog. Aztán annak is megvan nyilván a maga bája, hogy utána az autósorban ott átsorgunk egy 5-10 percet, hogy végre kijussunk a nagy erdőről, de hogy megvan ennek az egésznek egy ilyen atmoszférája, és az nekem nagyon hiányzott. Az, hogy csak úgy leülök pár perccel a stream előtt, és akkor itt ülök a monitor előtt, vagy esetleg a tévé előtt, hogyha oda kinéztem a nappaliban, az kevésbé adja át ugyanazt a hangulatot, pláne úgy, hogy a helyszínen sincs hangulat. Mert hogyha még idegenbeli meccs van, ugye akkor is ezt csinálod, tévé előtt nézed általában, de akkor is ott vannak azért kint szurkolók, és az hozzásegít ehhez, úgyhogy nekem az nagyon-nagyon hiányzott, és szerintem kellett volna egy-két ilyen szempontból kiúzanító pofon is a szurkolók részéről, amikor megmondják, hogy ugyanígy alakul a Nyíregyháza meccs, hogy igenis akkor utána kapnak egy kicsit a játékosok, hogy magukra ébredjenek már, hogy gyerünk már, hát ez így ennél sokkal-sokkal-sokkal több kell, és ez is hozzásegíthet a dologhoz. Meg nyilván szerintem szurkolói szempontból is ott megélhetővé válik egy-egy ilyen kudarc, és utána könnyebben megyünk a következő találkozókra, úgyhogy ez nekem így nagyon-nagyon hiányzott. És amit mondtál, Red Bull, én nagyon félek tőle, hogy így ehhez többen hozzászoktak, és úgy lesznek majd vele, hogy jó volt ez úgy otthonról, kényelmesebb volt, nem kell feltétlen kimenni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy főleg akik tavaly bérletet vettek, de ugye unblock minden opcionális vagy lehetséges, potenciális szurkoló számára valamivel majd próbálnak kedveskedni, hogy minél több embert kicsábítsanak, így a nyár elején meg az év kezdetén, idény kezdetén ezt azért mindig könnyebb, és én azt is pozitívnak éltem meg, hogy bár kellett ugye most az oltási igazolvány, de hát több mint 6-7 ezeren voltak azért a stadionban, és ez jó volt. Mik voltak szerintetek a legemlékezetesebb meccseink? Akár pozitív, akár negatív értelemben. Az a baj, hogy túl sok van, és ez nem biztos, hogy jó.
mert... Negatívban, vagy pozitívban, vagy mind a hát, kettő? Igen, itt kettőben, de nem is tudom, igazából azért negatívból is, vagy ezek az ilyen ambivalensek is. Tehát most klasszikus példa a Békés Csaba meccs, ami 4-4 lett, és mondjuk nem mondanám szégyen teljes meccsnek, mert azért az elmúlt években voltak ennél szégyen teljesebb meccsek, mondjuk akár végeredmény szempontjából, de azért ilyen agyvérzéses kategória, vagy azért szerintem ugyanúgy emlékezetes, ahogy a Nyíregyháza ellen sikerült a végén elveszteni a pontokat. Nyilván a haladás elleni szezonzáró is emlékezetesre sikerült, ott legalább jó lett a végkimenete. Még őszről az Ajka elleni 5-3 is azért egy eléggé emlékezetes meccs volt. Nekem a Kaposvár elleni 3-1, mint pozitív emlék él a fejemben az idegenbeli meccsek közül. Tehát azért elég sok mindent lehet mondani, most így a teljesség igénye nélkül. Sokat mondtátok a Pécs elleni győzelmet is idegenben. Igen, végül is akár az meg, is. Meg a Husztitoldi páros bemutatkozó meccsét, a Szeged elleni 5-0-sa volt a második félidőben rossz. Én egyet-egyet kiemelnék pozitívan, negatívan. Nálam a szezon legrosszabb meccse volt a Vasas elleni hazai. Az nálam a legrosszabb volt, még úgy is, hogy voltak mellette mondjuk ilyen Gyirmút elleni 0-1, ahol kvázi még szinte kapura lövésünk se volt. Én azt rosszabbnak mondanám. Egyébként. Rosszabb meccs volt, de szurkolóként rosszabb volt megélnem a Vasas ellenit, hogy ez az a meccs, amire úgy összekapnád magad, ami az egyik legfontosabb, már az év legelején is azt mondtad, hogy ez lesz az egyik legfontosabb, meg mégis egy nagy rivális a bajnokság táblázatát tekintve is egy nagy rivális, és vezetünk ellenük 1-0-ra, és akkor úgy kikapni 2-1-re, az szerintem rosszabb, mint a Gyirmút ellen a semmit bemutatva kikapni, mert ott legalább az utolsó 50 percben tudtam, hogy hát itt, hogyha nem változtatunk valamit, itt ez marad. És nem változtattunk, és az maradt. De azt úgy könnyen megemészteni, mint azt, amikor így két egyéni hibából a legvégén, és azt nézni, meg hallgatni, aztán a sajtótájékoztató előtt, meg ott az edzőket hallgatva, hogy szétverik a debreceni öltözőtörömükben a Vasas játékosok, szóval nálam az volt a szezon legalja ilyen szempontból. A legjobb meccs pedig, amit te is említettél egyébként, Anderson az az Ajka elleni 5-3 bárány triplájával, az nekem nagyon emlékezetes marad. Meg ott is még ki lehettünk élőben, lehet, hogy ez is hozzátesz egy kicsit. Én is a Vasas meccset mondom a mélypontnak, nekem az hasonló szempontok miatt volt a legalja az egész szezonnak. Ugye ott a két szurkoló tábor közti nem túl baráti viszony, ugye a meccs utáni Vasas szurkolók trollkodása sem volt olyan felemelő érzés, úgyhogy azt nagyon rosszul éltem meg, főleg, hogy ugye ott tudtuk, hogy ha győzzünk, akkor szinte biztos a feljutás, de még egy döntetlennel is kényelmes helyzetben lettünk volna, így meg aztán totálisan magunkra húztunk megint mindenkit. Hát, hogy most a másik véglet mi volt, itt nem tudok egyértelmű mondani. Nagyon dicsérted a Pécs ellen a csapatot, azt hiszem, azt mondod majd. De az, és az is egy fontos meccs jó, volt, szerintem. Igen. Lehet itt kiemelni meccseket. Érdekes módon őszről kevesebbet tudnék mondani, mert ott beszéltük a fél évi adásunkban is, hogy hiába nyertük itthon a meccseket, nem voltak olyan lehengerlő győzelmek. Tehát, hogy mindig ilyen a 60. percig 0-0, és aztán ilyen egy-két egyéni villanással megnyerjük típusú, vagy ilyen nagyon kiszenvedős győzelmek voltak, és akkor is azt mondtuk, hogy a Dorog meccs volt egyedül, ami ilyen tükörsima volt, ahol tényleg sansza nem volt az ellenfélnek, és mi is viszonylag hamar lezártuk a 3 pont kérdését, úgyhogy én onnan nem tudok így most hirtelen jó meccset mondani. Hát tavaszról... Én továbbra is, bocsi, továbbra is tartom, a Kaposvár ellen idegenbeli 3-1, ez egy jó meccs volt szerintem. Hát ott is igazából az esett jól, hogy a tavaly velünk kibabráló Kaposvárnak visszafricskáztunk egy picit. De szerintem ott jobban játszottunk lényegesen, igen, mint a többi meccsen, főleg idegenben. Lényegében az egyetlen értékeltő idegenbeli meccsünk volt Kondással, még esetleg a Budaörsöt ide vehetjük be, az is egy ilyen őrült meccs volt, amiből hú, de sok volt most így végignézve itt a oldalsába az eredményeket, ilyen 5-3... Igen, még a Győr elleni 4-2-t sem emlékeztük. 5-3, 4-3, 4-2, 4-4, 4-2, 4-2, ilyen meccseink voltak, basszus, és... Az biztos, hogy semleges szurkolóként szerintem
tuti siker volt, hogyha a Loki meccset Pont nézel. ezt mondtam most a legutóbbi esti adásban, itt a hétfőjében, hogy Loki szurkolóként ezeket nagyon stresszes volt átélni, hiába nagyon sok gól, meg még hiába nyertünk is sokszor, ezeket kurva szar volt végignézni és végig szurkolni, úgyhogy nem szívesen emlékszek vissza én ezekre a meccsekre. Akkor, hogy befejezem a vonulatom, igen, csúcspontnak, akkor mondhatjuk azt a Pécs meccset, ha már így mondtad helyettem. Igazából még az a Szeged meccs tényleg az a, az új edzőpáros debütálása, ami nagyon lehengerlő és látványos volt, de hát maradjunk akkor a Pécs meccsnél. Ott a válogatott szünet előtt ilyen nagyon megnyugtató előnyünk lett, hogy ott akkor a Gyirmót a Vasassal leixelt, és ugye a Pécset leráztuk, meg a másik kettő elől is elléptünk, és úgy mehetünk el nyugodtan arra a 3 hétre. Pontos volt, igen. Úgyhogy, ja, én akkor azt mondom. Jó. Na hát akkor van egy nagyobb szegmens itt, amiről szerintem nagyon sokan kíváncsiak, hogy mi a véleményünk, és hogyan gondolkozunk erről, ez pedig az edzőkérdés. Ugye volt Kondás Elemérrel egy teljes őszünk, két mérkőzésen a Covid miatt ott Bogdanovics volt a helyettes edző, és hát vele kezdtük meg a tavaszt is, mert bár állítólag kerestünk edzőt a téli és a tavaszi időszak közötti egy hónap során is, de hát ez különböző okok miatt sajnos nem valósulhatott meg. És ugye ezért hát is mondtuk igazából azt... láttam én ezt leírva több helyen, úgyhogy szerintem most már elmondhatjuk, hogy a Topolya edzőjét... Szabó Zoltán, igaz? Igen, igen. Őt szerettük volna. Szabó Zoltán. És talán már meg is volt vele a megállapodás szóban. Igen, meg volt. És ugye... Csak utána aztán meghalt. Tudjuk jól, hogy a Covid-ban meghalt sajnos. Ez az év vége fele realizálódott volna, tehát már a januári felkészülést ő vezényelte volna le. Az, hogy végül utána, hogy ez kútba esett, miért nem kerestünk hirtelen mást, azt igazából én már nem tudom. Nem tudom, hogy te rendben esetleg valamit. Hát én egyébként hallottam egy másik vonalról, ami eléggé nagyot szólt volna, de végül K-betűs, nem tudom, elmondjam, nem, amúgy D betűs egyébként. Akkor Dintér Attila. Nem. Nem, mindegy. Hát akkor elmondom, mindegy, legalábbis ezt így hallottam, így hallomásból, hogy tehát egy pletyka, kezeljük így pletyka. Igen. Akkor úgy mondom, pletyka szinten hallottam, hogy Szabó Péter és csapata többször is ment Berlinbe tárgyalni Dárdaival, és ő nem zárkózott el az edző, tehát arról, vagy attól, hát, hogy a csapatot irányítsa, csak időközben szólt a Hertha, hogy szükség lenne Dárdaira, és akkor nyilván őket választotta. Ez elég ilyen karácsonyi mese szituáció. Hát, én nem tudom, de mindenki gondoljon azt, amit akar, ezt én így hallottam. Kész. Akár még lehetett szerintem még rajtásra, és ki tudja. Nem tudom, mert hogyha Kuttorra nem sikerült megállapodni a Dárdaival. Nem tudom. Hát itt ugye, én szerintem bérezésben ő top kiemelt kategória, és ugye láthatunk híreket, hogy Szabics is mennyit keres, hát ott van ugye Rebrov után a listán, de elég magas fizuval, én szerintem azért Dárda is minimum ez a kategória lett volna, úgyhogy ja. Hát nem is csak, de még Dárdainál én nem is a fizetést érzem a kulcskérdésnek, mert a Hertánál is igazából jóval kevesebbet keresett, főleg az első időszakában, mint ami reális lett volna, hanem inkább az, hogy ő nagyon szeret Berlinben élni és dolgozni a Hertánál, tehát hogyha Németországon belül nem váltott más, egyébként valószínűleg komoly ajánlatokat hallva, akkor nem hiszem, hogy az MB2-es Loki lenne számára az a vonzó lehetőség, ahova nincs kötődés. De egyébként nem tudom, hogy olvastátok, volt egy interjúja, hogy Magyarországon melyik csapatot irányítaná, és azt mondta, hogy a Siófokot, mert hogy a Balaton nyaralójához az van legközelebb. Igen. De lehet, hogy valami olyan ajánlattal mentünk, nem, hogy home office-ból csinálhatja az edzőskötést, és akkor... Igen, Balatonról. És akkor maradhat Balatonon, vagy Berlinben, vagy ahol szeretne. Ez nekem elég ilyen karácsonyi mese gyanús történet, de lényegtelen a fő benne az, hogy nem váltottunk edzőt. De hát aztán jött egy-két mérkőzés, és hogy... Hát azt nem tudom, és nem akarok senkit azzal vádolni, hogy ez ilyen edzőbuktató dolog lett volna, de nyilván ez szerintem azért eljut a játékosok fülébe is, hogy mondjuk nem elégedettek az edzővel, amit egyébként nyilvánosan is többször
kifelejtettek a klubvezetői, és hogyha ez azért visszajut a játékos fülébe, akkor ott megszakadhat az a fajta bizalom, és nem biztos, hogy vele képzelték el a tavasz, hogy már úgy voltak vele decemberben, hogy jaj, de jó, akkor én egy új edző, új lehetőségek, meg akkor végre ilyen az edzőváltás az ilyen szempontból mindig jót tesz a csapatnak, egy csapatnak általában, és hogy most ennek köszönhető volt-e, vagy valami más volt a háttérben, akár egy rosszabb felkészülési időszak, nem tudni, de hát ott volt egy-két nagyon-nagyon rossz mérkőzés, és akkor ugye jött egy új edzőpáros, és már amikor bedobták előző nap ezt a nevet hasonló pletykával, hogy jöhet Huszti Szabolcs, már akkor is nagyon sokat beszélgettünk róla, hogy jó ez nekünk, biztos jó, tapasztalatlan, hogyan képzeljük el ezt, és akkor másnap be is jelentették, hogy itt vannak. Hát velük egy teljesen más szemlélet lett, de ahogy Anderson a legutóbbi összefoglalójában írta is, azért a megszerzett pontok terén nem volt változás, és vagy nem volt legalábbis jelentős változás. A rugott gólok területén és a kapott gólok területén viszont jelentős, mind a kettő növekedett, nem is kicsit. Úgyhogy, igen, és ezzel kapcsolatban nekem a kvázi kedvenc érvem, amit utálattal olvasok mindig, mikor előjön ez a Kondás vs. Huszti téma, hogy hát a Kondással 5 pont előnyünk volt, és ezt a Husztiék elherdálták. És hogy majdnem elcseszték a feljutást. És ugye erre jött Andersonnak a számítás, hogy ugye nincs különbség a pontátlagban, tehát Kondásnál 2,13 pont per meccs, Husztiéknál 2,07 úgy, hogy Kondásnál ebben benne van a Békés Csaba elleni zöldasztalos győzelem, benne van 2 Deac elleni borítékolható győzelem, és benne van az a 2 meccs, amin Bogdanovics ült a kispadon, és nem Kondás. És nyilván mondhatjuk azt, hogy hát ő ugyanazt csinálta, meg ugyanazt kérte, mint amit Kondás, de hát azért, ha visszaemlékszünk arra, a 2 meccsre ugye Eto és Barcika, pont az a 2 meccsre sok covidos időszakban volt, nagyon sok fiatalra, és mégis sokkal jobb teljesítményt láttunk a pályán a csapattól, mint előtte és utána Kondással. Szóval ilyen... Idegenbeli meccseken, ez fontos. Hát az egyik volt idegenbeli, igen. A Barcika. Tehát, hogy azért valamilyen szinten felszabadultabbnak tűnt a csapat, főleg még úgy is, hogy fiatalokkal volt. Tehát így, hogyha ezeket a szempontokat is figyelembe vesszük, akkor én azt mondom, hogy már mondjuk rá, hogy egál. És itt ugye az, hogy végül is izgulnunk kellett, nem feltétlenül azért volt, mert mi voltunk rosszabbak őszhöz képest, hanem egész egyszerűen a Gyirmót lehozott egy veretlen tavaszt, 14 győzelem és talán 3 döntetlennel, ez elképesztően brutális sorozat. A Vasas pedig szintén alig hibázott, kvázi itt az utolsó előtti körbe, az a Nyíregyháza meccs megelőző, azt megelőzően volt nekik egy... szolnoki vereségük, meg egy soroksári döntetlen. És most nem is rémlik, még volt egy Gyirmót elleni X, hogy azon kívül ők is folyamatosan zsinórba hozták a győzelmeket. Egész egyszerűen a riválisaink felül teljesítettek az őszi szezonhoz képest, amikor pedig tudjuk, hogy a Vasas és a Gyirmót is brutál sok pontot elhullajtott. Tehát hogyha ott is egy kiegyensúlyozottabb teljesítményt hoznak, szó nem lett volna itt 8 meg 9 pontos előnyökről a mi esetünkben, hanem már akkor is sokkal szorosabb lehetett volna az egész. Úgyhogy érdemes ezeket figyelembe venni, mielőtt valaki ezt mondja, hogy ennyi pont volt és ennyi lett, mert ez nem csak fekete és fehér, hanem azért itt voltak ilyen körülmények is, amik nem, tehát rajtunk kívül álló dolgok. Szerintem ez egy nagyon szimpatikus dolog, amikor valaki azt mondja, és egyébként én is tényleg így gondolom, hogy amit mondtál, és hogy hozzuk ki egára a dolgot. Tehát mind a kettő edzőnek, vagy ugye most itt az edzőpárosnak meg voltak a jó meccsei, meg voltak a rossz meccsei, mind a kettőnek meg vannak az erősségei, gyengeségei. Én azt gondolom egyébként, bár ugye én is azt vártam, vagy szerettem volna, hogy mielőbb Kondás Elemér helyét vegye át egy olyan edző, akivel egy NB1-es csapatot is el tudunk képzelni. Én azt gondolom, hogy Kondás Elemérrel is feljutottunk volna. Tehát ugyanezt az eredménysort, vagy pontot hoztuk volna tavasszal, pláne hogyha nem lebegtetik be azt, hogy edzőváltáson gondolkozik a vezetőség. Tehát szerintem vele is meg lett volna ilyen szempontból egy hangyányit, de csak nálam egy hangyányit jobb az, hogy a Huszti-Toldi edzőpáros van itt, mert
hogy is szokták ezt mondani, hogy adjuk meg nekik a lehetőséget a bizonyításra az NBA-ben, meg ugye kicserélődik most lehet az állomány is annyira, hogy akkor kapnak talán olyan játékosokat, amikre szükségük van, úgyhogy az majd kiderül, adunk nekik egy sanszt, reméljük, hogy a bennmaradás az fix lesz, és hogyha még akkor sem megy nekik, akkor meg ideje lesz akkor edzővárost váltani, vagy edzőt váltani. Igen, sokan azt várták, meg azt írják most is, hogy miért nem cserélünk edzőt, hát az lenne a világ legnagyobb hülyesége, ha most egy feljutás után edzőt cserélnénk. Ha már itt most megadtuk a lehetőséget egy rutintalan edzőnek, akkor most már vigye végig kvázi ezt a projektet, és dőljön el, hogy beválik-e vagy sem, még ha ezzel kockáztatunk is, ugye, mint annó Vitelkivel, de azért szerintem a kettő között van lényegi különbség. Úgyhogy az biztos, hogy meg kell adni neki lehetőséget, és nyilván, hogyha majd látjuk azt ősszel, hogy ez így nem működik, és nem jönnek az eredmények, akkor egyértelműen váltani kell. De ha most megint hoznánk egy új edzőt, új filozófiával, az óriási hülyeség lenne, az nagyon amatőr dolog lenne. Igen, úgyhogy én nem vagyok velük megelégedve. Sok szempont van, ami miatt nekem nem feltétlen nyerték még el a szimpátiámat. Akár itt a meccsek végi nyilatkozatokról is beszélhetünk az esetükben, akár a meccs felfogásban egy-két dolog, de vannak pozitív dolgaik is, tehát majd elválik az NBA-ben. Most szerintem nem edzőkérdés van a DVSC-nél. Vagy úgy is mondhatnám, hogy nincs edzőkérdés szerintem itt is, és fölösleges azt várni, még hogyha elégedetlenek is vagyunk velük, hogy váltsunk, nem kell most váltani. Red Boy? Hát én is azt mondom, amit te, hogy folytassák tovább ezt az elkezdett munkát, és most legalább arra nem tudnak majd hivatkozni, hogy hát csak úgymond hozott anyagból dolgoznak. Most legalább az ő szájuk íze szerint fog a keret összeállítva lenni, és hát abszolút az, hogy a védelem úgymond gyengélkedik, azt már jó pár éve tudtuk. Viszont eddig legnagyobb húzásuknak azt tartottam, amikor idejöttek, egyből Szatmári gyorsan egy kis padra rakták, és ott is maradt, tehát ez legalább egy óriási nagy dolog volt, legalább, hogy ezt úgy ők észrevették, plusz a másik, hogy a csapatnak az erőnlét is elég étré volt, és amikor volt ez a nagy válogatott szünet, akkor csináltak egy ilyen mini felkészülést, ilyen kéthetes intenzív erőnléti edzéssel, és hát nem tudom, az a lényeg, hogy kíváncsi vagyok, hogy kiket fogunk majd igazolni, és akkor, hogyha nem fog nekik menni majd össze, akkor viszont átásra, de addig viszont az én bizalmamat is megkapják. Egyébként, hogyha valamiben nem nagyon tudtam belekötni, pedig próbáltam néha, de nagyon nem tudtam belekötni, az általában a kezdőcsapatok. Tehát szinte mindig olyan kezdőcsapatot állítottak fel, amire azt tudtam mondani, hogy igen, ez így a legjobbnak néz ki a jelen esetben. Egy-két esetben a fiatalok játszatása annyit kérdeztél, hogy volt az ami kérdéseket. Szent Lőrinc meccsen belőtt Pintér. A Szent Lőrinc meccsen annyit kérdeztél a kezdőt, látva, hogy ez mi a fasz. Igen, volt ja. Ilyen meccs. Volt ilyen meccs. Ott nem értettél egyet vele. Nem. Viszont például akkor itt mondok egy olyat, hogy a Békés Csaba meccs után le lett cserélve a kapusunk, és jött Kosicki. És nem is rossz teljesítménnyel tegyük hozzá szerintem. Tehát, hogy ilyen dolgokat megmertek lépni, az szerintem mindenképpen jó. Bár nem biztos, hogy Grófnak kellett volna elvinnie a balhét a Békés Csaba meccs után, de ahogy én vettem itt a végén talán Pávkovicsra és Porra is eléggé partvonalon kívülre kerültek azután a meccs után, fogalmazzunk így, és akkor így kinyik maradt az egy szem játékos, aki meg azért még utána is csinált egy-két kellemetlen dolgot, meg azért adott gólpaszt, meg lőtt gólokat, tehát mind a két kapura veszélyesen játszott, vagy fogalmazzunk így, de hogy egy-két meccs kivételével nem nagyon tudtam belekötni azért a kezdőbe, és ez jó volt. Anderson, neked azon kívül van a véleményed, amit legutóbb az összefoglalóban a haladás ellen írtál? Hát ott ugye sok mindent leírtam abból, igen, amiket ti is mondtatok, akár ezzel a témával kapcsolatban, akár más témákkal kapcsolatban. Én egyébként azt gondolom, hogy Kondás Elemér semmiképpen nem a jövő volt. Tehát, hogy azért ezt látni kell, hogy még ha fel is jutunk vele, egyszerűen nem mentünk volna előre fele, nem tartott volna sem erre az a projekt.
Emiatt maga az edzőváltás ténye szerintem szükségszerű volt. És hamarabb meg kellett volna lépni, de én még azzal sem értek egyet egyébként, hogy Kondással simán feljutottunk volna. Én nem vagyok ebben biztos. Tehát az a helyzet, hogy a tavasz elején annyira rossz irányba indultunk el, annyira látványosan nem volt semmi játékunk, és mellé az eredmények se jöttek, mielőtt elküldték Kondást, és ugye már akkor is elkezdett fogyni az előnyünk, tehát érdemesebb lenne ahhoz viszonyítani, hogy Kondás elküldésekor 5 pont volt az előny, nem 8. Meg igen, nem de erre mondtam azt, hogy ha nem érkezik olyan folyamatos médián keresztüli nyomás is, hogy az edzőt zrikálják a vezetésben. Igen, ez biztos, hogy benne van, és igazad van. Meg biztos, hogy tudott róla, hogy keresnek a helyére mást, akkor az nyilván, és a játékosok szempontjából is, tehát hogy ez, hogyha nyugodt körülményeket biztosítanak Kondás elemérnek, és nem gondolkoznak el azon, sem a játékosok, sem pedig a stáb, a vezetőség, hogy leváltsák, akkor szerintem meg lett volna az a nyugodt körülmény, hogy meg lett volna vele is a feljutás. Nem biztos, hogy első helyen, de maga a feljutás az szerintem meg lett volna vele is, de amit mondasz azzal is egyetértek, ez egy konzerváció. Tehát Kondás elemérrel konzerválni tudjuk a dolgokat, nem tudunk előrelépni. A konzerválás az egyébként egy jó dolog, mert tudjuk, hogy milyen szintet tudunk tartani. Csak, hogyha mi előrébb akarunk lépni, akkor a konzerválásnál egy kockázatosabb lépést kell meglépni. Ugye ez volt az egész ősznek is a problematikája, hogy hát elsők vagyunk. Miért gondolkozunk egyáltalán azon, hogy esetleg nem Kondás elemérrel képzeljük el mi magunk szurkolók sem a csapatot, hiszen egy kockáztatás, és én ezért mondtam azt is folyamatosan, hogy én ettől függetlenül lehet, hogy mégsem váltanám le emiatt Kondás elemért, mert a feljutás fontosabb, mint az, hogy megkockáztassuk, hogy nem jutunk fel. És ilyen szempontból ez egy nehéz döntés volt szerintem, de jó, hogy megléptük, mert feljutottunk, van lehetőség arra, hogy előrébb lépjünk, aztán, hogy ténylegesen előrébb lépjünk-e, azt pedig majd megbeszéljük decemberben, amikor látjuk, hogy alakult addig az NB1, és nyilván én biztos vagyok benne akkor is, hogyha jó haverság van a vezetőséggel, meg Husztiékkal közösen, de hogyha nem jönnek azok az eredmények, amik kellenek, akkor jövő januárban már más személyt fognak keresni helyükre. Én egyébként Husztiék kapcsán azt gondolom, hogy a legnagyobb negatívum jelenleg inkább nálam személyiség és Lokihoz való kötődés hiánya kapcsán van. Tehát, hogy ezt látni kell, hogy azért nem biztos, hogy ez az edzőpáros annyira elkötelezett a Loki iránt, bár persze ez akár idővel kialakulhat. Tehát annak sem vagyok a híve, hogy csak emiatt kritizáljuk azt, amit egyébként elfogadnánk, hogyha debreceni kötődésűek lennének. Tehát ez az egyik, a másik kétségem az, hogy túlzottan egy stílussal próbálkoznak. Tehát ez a 4-2-3-1, ez oké, hogy van egy alapfelállásként, meg én értem egyébként a játékkoncepciót is, ami mondjuk egy elég nehéz út, amivel próbálkozunk. Újoncként nem biztos, hogy ez a játékstílus a legcélra vezetőbb, ezt azért fontos látni. Tehát ez nagy csapatoknál működhet, de mi nem vagyunk jelenleg nagy csapat. Balázs? Tessék? Bocsi, csak Balázsnak itt szerintem van egy fontos mondandója. Fejezze be nyugodtan. Ja, jó, okay. Jó. Ezek mondjuk legalábbis kérdőjelek bennem, illetve az, hogy miért veszítettünk ennyire sok pontot úgy, hogy vezettünk, miért eresztettünk ki folyamatosan meccs közben, ami nem volt ennyire jellemző Kondásnál, mert ott egyszerűen, ahol pontot vesztettünk, egész meccsen rosszak voltunk nagyjából. Itt meg voltak olyan meccseink, ahol egész jól játszottunk, megszereztük az előnyt, és aztán valami történt. Lehet, hogy végül megnyertük így is a meccset, de sok ilyen dolog volt, ami engem aggaszt. De lehet, hogy ebben tudnak majd fejlődni, és egyébként azt érzem, hogy akár elsülhet ez jól, mert szerintem egyébként Husztiban, mint edzőben van potenciál, én most ezt érzem. De nem biztos, hogy most itt ebben a projektben ezt ki fog jönni, pont amiatt, amit az előbb mondtam, hogy nem feltétlen ide illik most az, amit ő játszatni akar, de az nagyon tetszik, hogy lehet, hogy pont azért, mert nincs meg ez a debreceni belterjesség, de nagyon bátran
mer változtatni, és tényleg gyakorlatilag a komplett védelmünk előbb-utóbb partvonalon kívülre került, amennyire csak lehetőség volt rá. És én szeretem, amikor van következménye annak, hogy valaki jól vagy rosszul játszik. Tehát ez egy pozitívum. És igen, a kezdőcsapatok összeállítása szerintem alapvetően azért összességében, ha a nagy átlagot nézem, következetes volt. A játékosok az esetek többségében sokkal inkább a posztjukon játszottak, mint Kondás Elemérnél. Jobban beleillettek a csapatba, még ha voltak is esetleg kivételek, akiknek még egyelőre nem találják úgy a helyüket. Ami még egyébként egy hiányérzet bennem, az, és ezt már Csibu említette, az a fiatalok játszatása. Tehát én attól tartok, hogy nem annyira fogják az NBA-ben sem a fiataljaink megkapni a játék lehetőséget. Azért érzésre legalábbis nekem tavasszal nagyon visszaszorult a fiatalok csapaton belül betöltött szerepe összességében. Tehát, hogy még mondjuk Barát meg Pintér sem játszott volna, hogyha nincs a fiatal szabály. Így van. Tehát én egyetemen azt éreztem, hogy húzték a fiatal szabályt, kényszerként kezelték, és talán ebben az egy kérdésben meglepő módon én Kondás Elemért jobbnak éreztem. Tehát nála azt láttam, hogy a fiatalok jobban megkapták a bizalmat, és akár egyszerre 2-3 fiatal is a pályán volt. Tehát nem volt kicentizgetve minden esetben az, hogy jaj, most muszáj, hogy egy legyen. Igen, mondjuk azt ne felejtsük el, hogy ősszel azért sok covidosunk volt. De most nem a covidos időszakokra értelek, de egyébként, de igen, valahogy érzése nekem is ez alakult ki, de azt ne felejtsük el, amit ugye beszéltünk is, hogy a Gyirmót egy olyan igen, nagyobb volt a nyomás. Hogy nekünk eredménykényszer. Így van, tehát eredménykényszer volt, és ezért tartok tőle egy kicsit, hogy NBA-ben is ez lesz, hogy igen. Bárány majd csak 30 perceket kap, mert eredménykényszer van, és hozunk ide olyan játékost, aki majd előtte lesz a rangsorban, és lehet, hogy teljesen joggal tesszük ezt, tehát ezért sem tudom feltétlen majd hibáztatni a stábot, de közben meg bennem lesz az, hogy én nagyon sajnálnám, hogyha Bárány nem érné el azt a plafont, amit elérhet, lehet, hogy már elérte azt a plafont, és ennél jobbat nem tud teljesíteni, de jó lenne kideríteni, hogy tudja-e. És ahhoz az kell, hogy megkapja a bizalmat, és ahhoz az kell, hogy 90 perceket játszom, meg képes legyen 90 perceket játszani. Én nagyon-nagyon szurkolok Báránynak, mert szerintem a szurkolói szempontból az év egyik kimagasló játékosa volt. Nagyon-nagyon sokan megszerették, nem csak DVSC szimpatizánsok, hanem az ország különböző pontjain is ismerté vált az ő neve, és hát a csupa szívjátékát egyébként bármely játékosnak könnyű megszeretni, így Báránynak is azt, hogy oda megy, küzd, hajt, megy tovább, pont egyébként számomra Sós ellentetje, aki ugyanúgy megy, küzd, hajt, csak amint egy pici szellő hozzáér, akkor ő elesik, és akkor ő megy a bíróhoz, és miért nem, Bárány meg akkor is megy tovább, fut tovább, viszi a labdát is, és valahogy oda küzdi a dolgot, és most is azért évvégén hány meg hány pehes szituáció volt, hogy a kapusba lőtt, épp felé ment, kapufa lett, pont nem úgy jöttek, és szerintem 3-4 gól minimum itt a lábával maradt a végén, úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, és nagyon remélem, hogy olyan csapatot sikerül majd összerakni, amiben a fiataloknak is lesz lehetőségük kibontakozni valamilyen úton, módon. És hogyha már a játékosokról beszélünk... Én akartam akkor... hozzászólni. Ja, jó, oké, akkor most már tényleg. Túl kéne már lépni szerintem azon a elváráson, edzőkérdésben, az egész debreceni közegnek, hogy itt aki edzőnek jön, annak legyen debreceni kötődése. Ezt szerintem felejtsük már el, mert most nézzünk már végig az idei NB1-es mezőnyön, hány edzőnek volt kötődés az adott csapathoz. Egyedül Horváth Feri, aki Kispest nevelés volt, és Waltner, aki játszott Zalaegerszeged, vagy hogyha még megnézem a leváltott edzőket, akkor ott van Pisont, aki szintén honvéd kötődés, meg Ostermayer Gábor, aki a Paksnak a alkalmazottja már 100 000 éve, de hogy rajtuk kívül egyik jó még Csizmadia, aki meg utolsó 3 évében Budafokon játszott, de hogy egyébként nincs az meg egyik edzőnél se, hogy neki fú, mekkora kötődésnek kell lenni, ez csak nálunk ilyen elvárás már évtizedek óta, hogy itt csak az lehet edző, akinek van kötődése. Én szerintem ezen túl kéne lépni. Sokszor pont ez a
belterjesség és ez a mi kutyánk kölyke mentalitás vezet ahhoz, hogy nem tudunk egyről a kettőre lépni, és én szerintem ez vezetett a kiesésünkhöz is, hogy nagyon ezt a saját neveléses vonalt is toltuk előre, nyilván kényszerből a pénzhiány miatt is, de hogy nem tudtunk ezen túllépni, és mindig a stábban is újra előjöttek ezek a dolgok, illetve a játékos keretben is, és én szerintem most már ezen túl kéne lépnünk. Ha ismét sikeresek akarunk lenni. Én ezzel teljesen egyet tudok abból a szempontból is érteni, hogy pont ezért lehetett az, hogy mondjuk Szatmári egyből oda ki tudott kerülni a keretből, amit Red Bull is említett, mert nem volt az, hogy jaj, játszasd már, mert hogy mi neveltük ki, és milyen jó srác, meg mit tudom én. Tehát, hogy nagyon sok esetben tényleg ezt éreztem, hogy nem az számított, hogy valaki debreceni nevelés, nem debreceni nevelés, hanem az, hogy jól játszott, rosszul játszott. És ez szimpatikus volt. Na, térjünk rá egy kicsit a játékosokra, nem fogunk rajtuk egyesével végigmenni, már csak azért sem egyébként, mert ugye nagyon sok változás is benne van a levegőben a következő egy-két hónapban, és nem tudjuk azt, hogy ki marad, ki nem, de Balázs itt az előbb örült, hát majd nem fog szörülni a negyedik szezon első Loki Zóna adásában, amikor viszont majd végignézzük a keretet, mert különösen akkor, hogyha nagy változások lesznek, azért ott lesz jelentősége. Viszont beszéljünk egy-két játékosról, kezdjük rögtön azzal, hogy a meccseink többségének a végén megszavazhattátok, talán egy-kettő kivétel volt, amikor nem volt szavazásunk, mert olyan pocsék teljesítményt nyújtott az egész csapat, de a többi esetben mindig szavazhattatok arról, hogy ki volt a legjobb három játékos, és hát ezeket a pontozásokat figyelembe véve, a szezon legjobbja, hogy az már egyébként a Facebookra posztolásra is került, Dzsudzsák Balázs lett, megérdemelten kérdezem itt, mert hát még mindig vannak olyan hozzászólók, akik nem éppen pozitívan nyilatkoznak Balázs. Szerintem a hozzászólók már eltűntek, elbújdostak, és inkább már csak reakciókat nyomkodnak a adott bejegyzésekhez, mert egyszerűen itt már nem lehet belekötni szerintem ebben, hogy ő volt itt az abszolút number one. Mondjuk már ki konkrétan, hogy ha nincsen Dzsudzsák Balázs, nem jut fel a DVSC. Akkor nem jutunk fel egyértelmű. Nyilván ugyanez igaz Bárány Donátra is, aki pedig a második helyen végzett nem sokkal lemaradva, és lehet, hogyha nincs az a sérülése ott a tavasz elején, akkor ő nyert volna, mert mondjuk elég lett volna, ha csak két meccsen a legjobbnak beválasztja az olvasótábor, úgyhogy őt is ki lehet emelni, de ugye én ketté bontanám az ősz Bárányról, a tavasz Dzsudzsákról szólt. Igen. Igen, tehát ha nincs össze Bárány és tavasszal Dzsudzsák, akkor nem jutunk fel. És én mondanék még egy játékost, aki meg ősszel is és tavasszal is. Szerintem kiváló volt, főleg ahhoz képest, amire vártunk volna, vagy vártam volna, mert azért a legutóbbi DVSC éveiben nem felt, vagy a legutolsó évében már azért érződött az, hogy valahogy mint hogy megkopott volna a tudása vagy akarata, mondtad is, Balázs, így van, Varga Józsi. Tehát, hogy nem lehet, ez nehéz vitatni. Hogyha volt olyan játékos, aki minden meccsen, és ugye ő ilyen szempontból egy szürke játékos volt, tehát őt nem fogják megválasztani csak úgy meccs legjobbjának, mert nem lő gólokat. Ezt ki is emeltem egyébként abba a cikkbe, amiben ugye részleteztem az eredményt, hogy a rangsorban ugye Varga hátul végzett, és egyszer sem volt a meccs embere, igen. Viszont nagyon sokszor volt második és harmadikként beszavazva, hát annyira kimagasló meccsei nem voltak olyan szempontból, hogy látványosan kimagasló, ugye most az utolsó meccsen szerezte meg az első gólját a szezonban, a bajnokságban, úgyhogy de azon kívül viszont tette csendbe a dolgát. És hatalmas elánnal és küzdéssel, tehát itt azért az is sokat elmondott magáról, készítette a DVSC nagyon jó kis meccs lezáró videót, vagy hát egy meccsről egy ilyen 4 perces videót, a haladás elleni mérkőzésről van szó, és ott is a végén látszik, hogy Varga Józsika azért elég erősen elpityeredett, ott Sors Bence próbálja vigasztalgatni, meg hogy örüljél már máshogy, ne pont sírva, tehát hogy ott látszott, meg egyébként a kupátodón is a régi nagy lokistákon nagyon-nagyon érződött az a szeretet, amit a klub iránt, meg ugye a csapat iránt éreznek, úgyhogy őket hármójukat tudnánk kiemelni, Dzsudzsákot, Bárányt és Vargát leginkább. Én egyébként negyedikként még egy nevet mondanék, akivel nem is biztos, hogy egyet fogtok érteni, és biztos vagyok benne, hogy
az olvasók egy része sem ért ezzel egyet, de én Széchyt is ide sorolnám. Tudtam, hogy őt fogod mondani, igen. És egyszerűen azért, mert divat őt szidni, és néha joggal, de valahogy szerintem ez volt eddig az egyik, ha nem legjobb szezonja, és főleg tavassza egyébként. Ő is ősszel még az elején eléggé, hát nem is nagyon játszott, amikor játszott sem mutatott olyan sokat, de aztán folyamatosan a játékba lendült, meg egyre több lehetőséget kapott, és elég sok gólt összehozott, és voltak tényleg kifejezetten jó meccsei, és egyre inkább hozott egy kiegyenlített, vagy kiegyensúlyozott teljesítményt, bár tegyük hozzá, azért voltak akkor is olyan meccsei, ahol fájt, hogy miket kihagyott, de azért hozta a gólokat. És szerintem őt is egy kicsit talán alul értékeltük a szezonban. Hát volt ő legutóbb azért NB1-ben is házigól királyunk, tehát így nem mondanám azt, hogy ez a legjobb éve volt, szerintem az jobb éve volt, de ez az éve is olyan szempontból, és ezért gondoltam, hogy rágondolsz, mert amikor játszott, akkor ő rajta is végig azt éreztem, hogy koncentrál, megy, küzd, harap, csíp, csinálja, van, hogy nem jön be neki, mert nyilván nem egy klasszis játékos, de van, hogy bejön, és ott van, és jól helyezkedik, és csak belövi végül, ami megjelzi, hogy egy jó játékos. Itt az egyetlen kérdés az az, ami egyébként sok másik játékosunknál is előjöhet, hogy egy olyan NB1-es csapatban, amit most elképzelünk, ami biztos bennmaradó, abban ő milyen szerepet tud majd vállalni. Ő egy fix kezdőjátékos, aki 90 perceket játszik, vagy egy csereopció lesz, egy cserejátékos lesz. Hova képzeljük el, tehát őt szerintem ezért nehéz szurkolóként is oda tenni, mert azért nem minden meccsen nyújt ki magasló teljesítményt, olyankor meg luxus az ő játszatása, de vannak olyan meccsek, ahol meg igenis egész pazar dolgokra képes. Ő egy értékes elem a rotációban szerintem. Tehát nem az, akire felépíted a csapatot, de nem is az, akiről azt mondod, hogy most azonnal el kéne zavarni, hanem az, akiből kéne több a keretbe, hogy igen, képes jó teljesítményre, nem fogja megváltani a világot, de tényleg olyan, akinek helye van egyébként a keretben, és helye van a csapatban is, még ha nem is fix kezdőként fel. Hadd mondjak még két érvet mellette, egyrészt Jolly Joker, tehát több poszton így bevethető, van, és egy másik szempont, ami szerintem nagyon fontos, az pedig az, hogy a korosztályban pont azt az űrt tölti be, ami szerintem most jelenleg egy nagy hiánycikk a csapaton belül, mert vagy vannak a tehetséges fiatalok, akik még nem teljesen kész játékosok, jellemzően 22-23 év alattiak, és vannak a nagyon rutinos 30 fölöttiek, akik meg már pályájuk végéhez közelednek, és e között kevés játékost találunk. Na most Széchy az egyik ilyen, aki ugye 26 éves, és ő az, aki még ebből a kategóriából jelen pillanatban a kezdő közelében van a mostani csapatból is. Egyszerűen nem tudsz más ilyet mondani, tehát a védők közt találsz még Pávkovicsot, Szatmárit, Kinyiket, aki már nincs itt, de hát ők meg valószínűleg egyik sem marad. Tehát ők elmennek, akkor tényleg vagy a 21-22 évesek, vagy a 30 pluszosok maradnak, és nincs meg ez a réteg, aki a kettő között, aki még nem idős, de már nem fiatal, és mondjuk most van a pályája csúcsához közel. Úgyhogy ilyen szempontból is ő egy értékes játékos a keretnek. Beszéltünk a szezon legjobbjairól, beszéljünk egy kicsit arról is, hogy kik voltak szerintetek a leggyengébb teljesítménynyújtók, próbálok finoman fogalmazni. Itt is nem kell, hogy sorrendben, hogy a legrosszabb, de mondjuk a három olyan játékos nevezzünk meg, aki hát nem élete teljesítményét nyújtott ebben a szezonban. Várjatok, le kell göngyölíteni a papírusztekert. Én itt, amikor összeállítottam ezt az adásmenetet, nem feltétlenül arra gondoltam, hogy ki volt a legrosszabb, hanem mint pozitív és negatív meglepetések emeljünk ki, ugye a pozitívon túl vagyunk szerintem, bár itt még lehet, hogy a fiatalok közül ki lehetett volna egy-kettőt emelni, de hogy most nem feltétlenül arra mondok, ki volt a legszalabb, mert az olyan nagyon evidens rávágni a védőinket. Én inkább azt szerint közelíteném meg, hogy ki az, aki a várakozásaimon alul teljesített, és már ő említettem a nevét, nekem az egyik ilyen Tischler, akitől nagyon sokat vártam évelején, azt hittem, hogy húzó ember lesz, és nagyon sok gólt fog lőni, ehhez képest alig 3-4 meccs után rögtön kiszorította őt Bárány.
és amikor lehetőséget is kapott, nem nagyon játszott jól Tischler, sajnos. Egyébként most megnéztem, már 8 góllal végzett. Igen, 8 gólja van. Így a végére azért megközelített azt a 15-öt, amit így tippeltünk neki az év elején. De igen, hát, de mondjuk azért, azt azért ne felejtsd el, hogyha nincsen Tischlernek a duplája Szent Lőrincen, akkor mi nem vagyunk sehol. Persze, szerintem voltak fontos góljai, de én most így visszaemlékszek, hogy amikor Báránynak volt a sérülése, és vele próbálkoztunk, azt azért nem volt jó nézni, hogy milyen szenvedés letoltott elő. Viszont itt a kérdés az szerintem inkább edző kérdés ebben az esetben. Mert szerintem nem olyan volt a taktika, ami adott esetben Tischlerhez testhez álló lett volna. Tehát ez az de előre se ősze, se tavasszal. Tehát itt inkább az hát tavasszal nem játszott. Tavasszal alig játszott. Mert egyszerűen nem volt jó. Tehát megkapta. Nyilván, csak hogy tavasszal nem játszott, tehát ott nem láttuk. Igen, csak tegyük hozzá, hogy ősze kifejezetten olyan volt a taktika, ami neki kedvezett. Jó, de nem játszott. De ősszel játszott. De tavaszról beszélünk. De én azt mondom, hogy ősszel olyan volt a taktika Kondásnál, ami kedvezett volna Tischlernek, ez a rúgjátok befele az izéknek, ez pont Tischlerre van kitalálva. Úgyhogy nem tudták jól oda tenni Tischlernek, tehát volt olyan fél idő, hogy nem kapott labdát. Még ezt sem biztos, hogy mondanám. Én azt mondom, hogy itt én érzek ilyen dolgot is, hogy megnéztem volna őt más szituációban is. Egy dolgot kiemelnék vele kapcsolatban, amit Red Bull is említett, hogy amikor viszont megkapta tavasszal itt a lehetőséget a végén, akkor a legnagyobb szarból kihúzta a csapatot. Ez így van. És ez egy olyan játékos esetén, aki már valószínűleg érzi, hogy nem biztos, hogy itt van a jövője, egy olyan játékos esetén, aki partvonalon kívülre kerül az új edzőpáros után, egy olyan játékosnál, akinél igazából nincsen meg az, amiről beszélünk, ez a helyi kötődés, és éppen, hogy itt van ősszel, vagy ősz óta, nyár óta, és mégis így beáll, és látod rajta, hogy küzd, megy, csinálja, én azt nagyon-nagyon tudom értékelni, de tény, elfogadom azt is, hogy ahhoz képest, amire számítottunk tőle, ahhoz képest negatív csalódás lehet az ő teljesítménye, de szerencsére volt egy Bárány, és ő kiszorította Tischlert így, ilyen szempontból, szerintem ez így nekünk vines dolog lett. Hogyha már akkor így a negatív meglepetés, és nem feltétlenül a gyenge teljesítmény, bár én ettől függetlenül kíváncsi vagyok, hogy kik nyújtották szerintet a leggyengébb teljesítményt, én mindenképpen Sós Bencét is ide venném. Őt akartam most mondani, hogy mondom, a következő névvel is biztos, hogy egyet fogtok érteni, Sós. Tehát én nem értem, hogy mi lett ezzel a sráccal, hogy hova került, hogy hol van egyáltalán, hogy amikor beállt, akkor miért nem történt valami. Én azt nem értem, hogy mit vártatok tőle, már bocsánat, de én a szezon elején is pont ezt vártam tőle. Én még majdnem, hogy többet kaptam, mint amire számítottam, annyira nem számítottam igen, semmire. Tehát, hogy én nem tudom, mert valójában még amikor fiatal volt, és nem kapta meg a játék lehetőséget, akkor mindig mondtuk, hogy milyen kár, hogy nem kapja meg még Kondás alatt az esélyt, mert hogy biztos nagyon tehetséges. Aztán igazából, amikor megkapta a lehetőséget Hercegnél, engem akkor sem győzött meg. Tehát pont ugyanez volt. Dobálta magát, mindentől elesett, folyton reklamált, nem a játékra figyelt, nem volt kiegyensúlyozott jó teljesítménye, és most pont ugyanezt folytatja. Tehát én nem érzem azt, hogy ez akkora meglepetés lenne. Én egy az egyben ugyanazt kapom vissza tőle, mint ami még annó Herceg alatt volt az NB1-ben. Hol játszott legutóbb az NB1-ben, Puskás? Felcsútos, pont ezt akartam mondani, hogy én azért vártam tőle mert sokat. Mert ott, nem azt aki tudom, nézte hogy... azokat a meccseket, bocsi, aki nézte azokat a meccseket, ott kimagaslott a csapatból azért. Voltak azt olyan pillanatok meg... kimagaslott. Olyan taktika volt, amiben nagyon illett a játéka, és néztem mindig az összefoglalókat utána, és azt láttam, hogy hú, már megint a Bence csinálja meg a helyzetet, hú, már megint ő adta be a labdát úgy, hogy gól lett belőle. Lehet, hogy akkor nem magaslott ki, de ahhoz képest mindenképp kimagaslott, amit a Lokiban nyújtott, mióta visszatért. Hát csak azért sem magaslott ki, mert most nézem a statisztikáit, hogy az előző szezonnak az első 12 meccsén kezdő volt, és onnantól kezdve szinte egyszer sem. Tehát, hogy jellemzően ilyen 10-20 percekre cserélték be, de akkor is egy NB1-ben bronzérmes csapatnak volt a úgymond kezdőhöz közeli embere, mondjuk így, mert azért 28-szor pályára lépett a 33 meccsből, és azért mégiscsak az NB2-be elhozunk egy ilyen játékost, akkor én azt vártam volna, hogy ő itt sziporkázni fog, és azért nagyon sok gólpaszt fog mondjuk adni, meg látunk majd tőle szép cseleket, meg gólokat. Ehhez képest ugye itt a szezon elején
Hát Kondás taktikájában a 4-4-2-ben csatárként játszott, azt én nagyon nem értettem, és nem is nagyon játszott ott jól, viszont legalább akkor tudott gólokat szerezni, és amikor jöttek Husztiék, akkor eleinte úgy vettem észre, hogy kezdőként számolnak vele, ott azért az első 4 meccsen egyaránt kezdő volt, és rúgott gólt is ugye Szeged meg a Vasas ellen is, aztán egész egyszerűen elfogyott megint a végére, nem lett belőle kezdőember, hanem maximum csere, vagy még az sem, és hát a 28 meccsen 6 gól, 2 gól passz, az én nekem elég kevés az ő részéről. NB2-ben mindenképpen, és amikor leigazoltuk Sóst, és mondtam az ismerősömnek, azt mondta, hogy ó, azt mondja, én nagyon nem örülök ennek a srácnak, mert ő edzésmenő, tehát ennyit mondott rá, hogy éles helyzetben mindig, állandóan mindig elrontja a helyzeteit, tehát... Hát szerintem a szezon legviccesebb jelenete volt, most ha a védőink balfaszkodását nem veszem, az a Budaörs meccsen, ha emlékeztek, a 3-4-es meccsen, amikor a 90. percben egyedül lépett ki kapura, és a félpályánál nem tudta lekezelni a labdát, hanem még vagy 3-at vagy 4-et pattant a földön, mielőtt át tudta venni úgy, hogy már totálisan kikeveredett zicserből, és még utána is visszacselezte magát, és fölélődte üres kapura. Tehát abban minden benne volt az ő szezonjával kapcsolatban. Hát az már majdnem olyan Belecki Dánieles magasság volt, mint annak egy ilyen videótonál. Van-e még negatív csalódás, vagy negatív meglepetés? Van, és a harmadik nevem, akit mondani szeretnék, na őt biztos, hogy nem fogjátok szerintem mondani, de nekem ez egy óriási szívfájdalmam, hogy a évelei jóslatom ellenére egy hatalmas melléfogás volt az ő leigazolása, Zöldesi. Igen. Hát az... Én nagyon hittem benne, hogy ő egy jó kapus, és hogy jól járunk a leigazolásával, de óriási csalódás volt nálunk is, és azt kell mondjam, hogy a Deacnál is, ahol bár nem láttam sok meccsét, de olvastam róla elég beszámolót, és szinte mindig meg volt említve, hogy agy már a Zöldesi megint, potya már megint Baki, úgyhogy nem váltotta meg a világot, és volt egy időszak, amikor a Deacból is kiszorult, tehát ez azért beszédes, amikor a csontutolsó fiók csapat is inkább berak egy papíron gyengébb kapust helyetted, mert nem tud segíteni a csapaton. Úgyhogy nekem ő nagyon nagy csalódással. Arra kíváncsi lennék, hogy vajon ő foglalkoztat-e, vagy van-e sportpszichológusa, mert nála inkább azt éreztem, hogy mentálisan vannak problémák. Tehát ezek a bizonytalanságok, tehát hogyha meg tudsz csinálni valamit jól, de éles helyzetben mégis bizonytalan vagy, az általában mentális problémára utal, amit egyébként egy jó sportpszichológussal is meg lehet oldani. Nem tudom, hogy ilyenben van-e, mert egyébként a Bakijain kívül voltak szép védései, meg látszott, hogy egyébként egy tehetséges rác, így alakult neki egyelőre, aztán kíváncsi leszek, hogy hova kerül most. Meg ugye nem is tudom, hogy még a DVSC-nek tehát leigazoltuk, azt igen, hiszem a nem figyelsz, leigazoltuk a télen is. A Várda adta hivatalosan kölcsön a Deasznak, de utána mi megvettük a játékjogát. De azt mondom, hogy akkor még mindig nálunk van a játékjoga. Igen, jön vissza a Deasztól. Ez remek hír. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz vele. Van még Balázs neked folytatása a listának? Mert akkor én folytatnám méghozzá Pávkovics nevével. Igen, azt akartam mondani én is. Akiről nem volt ennyire egyértelmű, hogy rossz. Tehát, hogy azért nála még pár évvel ezelőtt tényleg benne volt a pakliban, hogy belőle egy nagyon jó középhátvéd is lehet, és azóta folyamatos lejtmenet. Tehát a tavalyi szezonban is már lejtmenetben volt, ez az idei szezon, ez meg konkrétan katasztrófa. Tehát én, ha ez most szubjektív, és erről már így egymás közt is vitatkoztunk kicsit, de hogyha nekem a legrosszabb teljesítményt nyújtó középhátvédünket meg kéne a szezonban nevezni, nekem az Pávkovics lenne. Rosszabb volt az én szememben Kinyiknél, Szatmárinál, Pornál, bárkinél. Tehát az, amit produkált, szinte semmi pozitívat nem tudok felidézni a szezonjából, viszont annál több negatívat, és hozzáállásban, megoldásokban, koncentrációban, egyszerűen tényleg, jó, nyilván neki középhátvédként nem a támadás, vagy gólszerzés, vagy ilyesmi a feladata, de hogy ott sem tudott hozzátenni a csapathoz, míg mondjuk legalább Szatmári meg Kinyik szereztek gólokat, meg adtak gólpasszokat,
és hát védekezésben meg olyan hihetetlen mennyiségű és súlyos hibát követett el, amit tényleg nézni is rossz volt, úgyhogy nem érzem azt, hogy neki ebben a csapatban lenne jövője, főleg ebben a játékfelfogásban, ami egyfajta technikásságot igényel, és úgy tűnik, hogy ez belőle hiányzik. Nekem ő emiatt volt csalódás, mert mondjuk Kinyiktől, meg Szatmáritól pont azt kaptam, amire számítottam. Tehát emiatt azért nem mondanám is csalódásnak. Szerintem azért is, nekem azért is fájó Pápkovicsról ezt hallani és egyetérteni vele, mert egyébként szerintem képességekben meg jobb alapesetben, mint Kinyik meg Szatmári, és még szerintem hozzáállásban is szimpatikusabb játékos, tehát nem az a favágó stílusú, nem az a közönségnek kidumáló, hanem kis abszolút szerény játékosnak tűnik emberileg is, és tudjuk jól, hogy neki úgymond van Loki kötődése annak ellenére, hogy ő mohácsi, ha jól tudom, és Pécsen focizott, ott nevelkedett, hogy van olyan szempontból kötődése, hogy a BL idején beleszeretett a Debrecenbe, és neki álma volt az ugye, hogy a Lokiban focizhasson egyszer, ez ugye mondtuk is akkor is, hogy szimpatikus megnyilatkozás volt tőle, viszont ugye ott a másik oldal, hogy a Fűrjes Szabi meg már évek óta mondja, hogy Pákovics nem jó, és majd mindig meglátjuk, hogy neki lesz igaza, és hát neki lett igaza, igen. Ezt akartam mondani én is, hogy Szabolcs az estében mondta mindig, már amikor leigazoltuk, hogy meglátjátok ti mégis, ahhoz képest sok-sok éven keresztül nem láttuk meg, de aztán végül csak megláttuk, és egyetértek veletek, szerintem is a leggyengébb teljesítmények között volt az övé, hogyha megengedtek egy nagyon pici ördögügyvédje lehetőséget, hogy mégis megvédjem a srácot. Mind a tavasszal, mind az ősszel olyan játékosok mellett és olyan hadrendben kellett játszani, amiben korábban nem. Ugye Kondás Elemér mit csinált? NB2. Oké, 4-4-2 viszlát, három védős rendszer. Mit csinálunk? Betesszük Pávkovicsot középre. Ő az egyedüli középvédekező. Jobbra kitesszük Kinyitket mellé, ilyen jobb futóba. Bal oldalon meg még ott van Ferenci, meg Korhuttal váltják egymást, és ez a három védő van. És a már idősebb Varga Józsinak kell visszajönnie szűrőnek, hogyha adott esetben ott védekezni kell, vagy Bényeinek, vagy valamelyik fiatalnak, aki középen van. És egyértelmű volt, látszott, hogy Pávkovics ezt nem bírja el. Pláne Ferenci Kinyik társaságában hárman, akik mindhárman képesek nagyon szép dologra is, de képesek nagyon-nagyon kellemetlen dolgokra is, és akkor őt betesszük középre, és egyedül oldja meg azt, amit eddig egy 4-4-2-es rendszerben kellett megoldania. De referált, hogy a háromvédős rendszerben, tehát ott volt mellette még két belső védő, úgymond. Hát most mondom, Kinyik és Ferenci hát, zárt vissza. Ferenci az ugye szárnyvédőt játszott többnyire, és Szatmári volt olyankor a másik társ. Mm-hmm. Tehát Kinyik, Szatmári, Pálkovics hármas volt. Ezt mondom, hogy egy ilyen hármasban nem biztos, és ő volt, tehát ő volt az utolsó ember egyedül. És általában akkor hibázott, hogyha végignézzük a hibáit, amikor nem volt segítőtárs, amikor nem volt más opciója, hazapasszolta és rosszul passzolta haza, mert technikailag vannak gyengeségei. És nagyon, tehát az addig megszokott rendszerből új rendszerre váltottunk ősszel is, aztán új rendszerre váltottunk tavasszal is, és szerintem ő volt ennek az egyik, hogy mondják ezt, aki nem bírta követni ezt a áldozata, köszönöm. De persze, tehát voltak olyan hibái, amik nem rendszerhibákból eredtek, hanem egyéni hibákból, és nyilván, hogyha itt beszéltünk akkor arról, hogy kik a legrosszabbak, akkor én attól függetlenül, hogy Kinyik lőtt gólokat, meg adott gólpasszokat, hát egészen nevetséges volt az a sok öngólja is, amit szerzett, úgyhogy nálam ő egy kutya Pávkovicssal ilyen szempontból, ugyanolyan játékosnak tartom. Voltak olyan évek és olyan időszakok, amikor szerintem sokkal jobban játszott, de ez az idei az NB2-ben ez szerintem nagyon, nagyon gyenge volt. Annak ellenére egyébként, hogy támadásban egész jól segítette itt ott a csapatot. Nem feltétlen csak gólok tekintetében, hanem voltak olyan keresztlabdái, átívelései a középpályáról, meg sokszor megiramodott középen, és akkor ő osztogatott más helyet, hogy arra azt mondtam, hogy szuper, de aztán jött nagyon sok, nagyon nagy gyenge megmozdulása, amit meg nem lehetett hova tenni. Úgyhogy nálam ő a másik ilyen nagyon gyenge teljesítmény. És hogyha már itt mondtál Balázs kapus teljesítményt, hát én Gróffal sem voltam megelégedve. Tehát nálam voltak azért olyan hibái, azért meccsről meccs, több egyéni hibája volt, mint amit számítottam tőle eredetileg. Hát a vége fele főleg.
Én ezzel összességében egyetértek, nem mondanám, hogy egyértelműen negatív csalódás, Gróf. Csak ahhoz képest negatív csalódás, hogy mit lehetett szerintem várni attól, hogy a Magyarország egyik legjobb kapusáról beszélünk, akkor azt mondod, hogy persze, belefér az, hogy évente egyet vagy kettőt bakizol, de itt sokkal több bakiról meg bizonytalanságról volt szó. Igen, látszott, hogy a gyenge védelem az nagyon lenyúlászta. Persze, itt is ugyanaz igaz rám, itt pár rengeteg kiszolgáltatott helyzet, és egy ilyen ingatag, instabil védelem mellett a kapusoknak is ilyenkor az önbizalma romlik, és jönnek a hibák. Egy stabilabb védelem mellett azért Gróf tud válogatott szinten védeni, úgyhogy én ezért nem értem azt, hogy sokan, és nagyon sokan a többség ekézi őt, és nem szeretné, ha itt maradna. Erről is beszéltem hétfőn, az estében, hogy szerintem Novakovics óta a legjobb képességű kapusunk, és én nagyon sajnálom, hogyha elherdelnánk. Nem, csak ebből nem sok hírek szerint ugye nem tartjuk meg. Én szerintem kurva nehéz lesz hozzá hasonló képességű kapust találni. Itthonról szinte biztosan nem fog menni, a külföldi meg mindig lutri. Tehát lehet, igen, hogy hozunk egy Novakovicsot, de lehet, hogy egy Radoševićet. Hát ne is Radoševićet mondjunk, inkább Malinauskas. Malinauskas. Nem a jövőről beszéltem, hanem az elmúlt teljesítményről. Tehát nem volt benne az, hogy én szeretném-e, vagy nem szeretném, vagy mit gondolok arról, hogy ő itt maradjon. És egyébként szeretnéd, hogy maradjon? Nem tudom. Én nagyon. Én nem tudom, attól függ, hogy milyen átigazolási lehetőségeink lesz, mert szerintem annyi embert kicserélni, amennyit ki kellene, annyit nem tudunk. Ezért be kell áldozni bizonyos posztokat, amiken nem fogunk tudni embert cserélni, és akkor már azt mondanám, hogy akkor a kapus posztot hagyjuk már meg egy kicsit, ne azon cseréljünk már, hanem cseréljünk máshol, ahol sokkal-sokkal mármint ezzel fontosabb. Azt érted, hogy Grófot tartsuk meg, igaz? Igen. Ja, jó, a kapus poszt vele meg lenne oldva. Hát főleg lehetne... úgy, hogy ha lenne mellette egy Košický, aki alapvetően azért nem egy rossz képességű cserekapus. Én megint pozitívan csalódtam, tehát amikor beugrott, akkor ő megint oda tette magát, amennyire lehet. Voltak neki is hibái, de pláne cserekapushoz képest szerintem nagyon is szívvel, lélekkel küzdött ezeken a meccseken. De szerintem egyébként nem fog maradni Gróf ezek után, hogy itt a végén kikerült a keretből, ez csak egyéni vélemény, hogyha meg mégis marad, akkor nem lesz vele bajom. Egyébként én Pávkovicsot is marasztanám, de csak a kispadra cserének. De azt is csak akkor, hogyha nem tudom, olyan rendszer van, vagy olyan opció, meg egy picit ő is mentálisan összekapja magát. Kinyik ugye már távozott, Szatmáriról is el tudom képzelni. Szatmárinak is lejárt a szerződés. Van, hogy hát őt már éppen, hogy csak még nem jelentette be hivatalosan a Diós Győr, ennyit azért áruljunk el, meg már az átigazolási rovatban fel is tüntettük vele kapcsolatban. Rajtuk kívül van-e még olyan, aki szerintetek nagyon gyenge teljesítmény, úgy kimondottan negatív volt? Nem negatív csalódás, hanem akivel nem voltatok elégedettek az egész év során. Hát egyébként nekem por is csalódás volt összességében, de ebben nem akarok nagyon belemenni, nem kapott annyira sok lehetőséget, de amikor kapott, nem feltétlen élt vele, bár volt egy-két jobb meccse. Igen, nekem ilyen hullázó volt ő is, hogy egyik meccsen jó volt, igen. A másik meccsen meg volt a hibája. Nem tudott hazafejelni egy labdát. Én mondok még két nevet amúgy, majd, ha gondoljátok, az egyik... Hát Haris, aki alapemberből kinullázta magát teljesen tartalékká, és még az NB2-be sem tudott labdába rúgni. Mondjuk volt egy hosszú sérülés. Ez tény, igen, viszont én őt abszolút nem tudom elképzelni. Amikor játszott nulla volt, bocsánat, tényleg nem akarom megbántani sem. Én is azt mondom, hogy ő is távozhat részemről, de... Mondanám Ugrait, akitől azt kaptam, amit vártam, tehát igazából nem csalódás számomra, hogy nem volt jó. Rúgott pár pozitívabb, fontos, mint amit rúgott vártam. Pár fontos gólt, meg igen. Adott egy-két gólpassz, de hogy összességében azt kaptuk tőle pontosan, amit vártunk. Egy-két hát jó az meccset. Volt vele a baj, hogy önző volt igazából sokszor. És mondok egy harmadikat, aki megint csak egy ilyen meglepetés név. Nem láttuk őt sokat játszani, viszont amikor a csinadratával jött, meg amit esetleg vártunk tőle titkon, nem hozta azt Kalafat Álmos. Én azt gondolom, azon a pár meccsen, amit láttunk tőle. Hát nem. Igen. Hát borzalmas. Tehát az... Tehát ott azért ott Husztiék eleinte megadták neki kezdőként is a lehetőséget, és ugye ott a kupa meccsen volt az, hogy nagyon hamar lecserélték, na és onnantól kezdve szerintem a keretbe se láttuk őt egyszer se, és inkább az NB3-ban játszott. Inkább kölcsön kell adni valahova, vagy nem tudom. Hát,
szerintem mehet más csapatba, és szurkolunk neki, mert még nagyon fiatal srác, az éremátodon is látszott, hogy mennyire örült annak, hogy itt első lett az MB2-ben a DVSC-vel, de az alatt... De valóban, én még nem engedném el azért a kezét, tehát ő biztos, hogy nagy tehetség, meg mégiscsak egy török fociban nevelkedett, tehát nem a itthoni, hát kvázi fertőben, csúnya szóval. Még lehet, hogy megnézném úgy, hogy mondjuk kölcsönadni az MB2-be egy teljes szezonra, uh-huh. és utána felmérni esetleg, hogy lehet-e rá számítani, de nyilván, ha csak az idei szezont nézem, és mondjuk összevetem a vele hasonló posztú Pintérrel, és ugye ugyanaz a kor, a korban a két játékos, akkor azért Pintér sokkal jobb nála. És hogyha már fiatalokról beszélünk, akkor beszéljünk egy kicsit a 4-19 éven aluli srácról, aki azért szerepet, lehetőséget kapott. Mi a véleményetek róluk? Ugye hát itt csak Bátról... Hárman kaptam. Ja, végül már Lakatos, igen, négyek számoltuk eddig, csak Lakatos, aztán végül nem sok lehetőséget kapott. Tehát Bényeiről, Pintérről és Barátról. Nem is a teljesítményüket akarnám értékelni, mert szerintem mindegyiknek volt emlékezetes mérkőzése, meg olyan is, amikor kevésbé ment nekik. Nem is, szerintem ez most nem is volt elvárás az MB2-ben, hogy mindenképpen kimagasló legyen folyamatosan az ő teljesítményük. Szerintem mindhárom játékost meg lehetett szeretni a hazai közönségnek, én örültem, amikor ők játszanak. Arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek a hármójuk közül ki lehet az, akire akár a DVSC, akár más NB1-es csapat úgy gondolhat, hogy akár 60 perces játékos lesz jövőre, vagy akár 90 perces játékos. Éreztek-e közülük ilyet? Hát nálam Bényei mindenképpen ez a extra tehetség kategória, már csak abból is, hogy 17 évesen nagyon éretten játszott a szezon elején, amikor sokszor volt kezdő, utána az a sérülés kétszer is ráadásul, kétszer sérült meg, az nagyon betett neki, ráadásul tudjuk, hogy neki voltak azért súlyosabb sérülései már a megelőző években is, meg hallottuk róla, hogy ilyen nagyon lelkizős játékos, ez biztos, hogy rányomta a bélyegét itt a tavasszal az ő teljesítményére, és nem is nagyon kapott lehetőséget, de viszont megszerezte az első gólját a felnőtt csapatban, ugye Pécsen, úgyhogy én benne látok potenciált, viszont most ugye 18 éves, szerintem jövőre az NB1-ben nem sok lehetőséget kapna, én ezért jövőre kölcsönadnám őt egy teljes szezon NB2-re, ugyanúgy, mint Kalafatot, egy olyan csapatba, ahol stabilan kezdőként tud játszani. Nem muszáj egy élcsapat, lehet egy MB2-es középcsapat, és itt az a lényeg, hogy kapjon játékperceket nagyon sokat, mert a felnőtt fociban neki még nagyon kevés játékperce van. Ja, és kezdegeti. Már szerintem, már egyébként ez is szerintem nagy ugrás volt hirtelen ez a MB2-es kezdőség. Azt pedzegetik, hogy valamilyen kooperációt szeretnénk a Békés Csabával, így hogy feljutottunk. Szerintem az ideális csapat lenne. Így van, egyébként én is azt szerettem volna mondani, hogy én nem kölcsönadnám egyébként, hanem a kooperációban egy ilyen nagyon fix elemként szerepeltetném, mert végül is az egyik legtehetségesebb fiatal játékosunk, hanem a legtehetségesebb, szóval a Békés Csaba is jól járna vele, ebben biztos vagyok, és neki is nagyon kellene a játék lehetőség, viszont simán jöhet egy olyan sérülés hullám bármi nekünk is, ami miatt meg jó, ha van egy bevethető ilyen fiatal tehetség. Hát csak, hogy a kooperáció azért nehezebb, mert ugye ott akkor ingáznia kell a játékosnak, és hogyha még számol vele a felnőtt csapat, akkor mondjuk nem léphet egy fél időnél többet pályára. Itt azért a matek az nehezebben jön ki. Hogyha lenne egy Deac, akkor azért más lenne a helyzet városon belül, de azért így Békés Csabára ingázgatni. Nem biztos, hogy szerencsés, azért mondom, hogy inkább egy ilyen nagyon nyugodt szezont adnék neki, hogy csak arra koncentráljam, hogy az MB2-ben játszon és fejlődjön, én szerintem. Nekem ezzel mindig az a bajom egy kicsit, hogy szerintem az MB2-ről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, vagy hogy nehéz jól értékelni egy játékosnak az MB2-ben nyújtott szerepét és teljesítményét. Tehát egy év szerintem sok ilyen szempontból, ahhoz képest, amit kaphatunk belőle, mert nem tudsz messze menő következtetéseket majd levonni abból, hogy a Békés Csaba ott lesz 8., 10., 6., 12. helyen. Akkor úgy kell kölcsönni, hogy fél évkor visszahívható. Persze, az mindenképpen az egy fontos szempont, de ott is fél év jó teljesítmény után, tehát mi az a teljesítmény, amire azt mondod, hogy hú, oké, fél év után visszahívjuk. Vagy amire azt mondod, hogy
Oké, most már akkor megérett egy év játék után visszahívjuk NB1-re. Tehát ez annyira nem kézzelfogható dolog, és én ilyenkor mindig egy picit attól tartok, hogy az NB2 ilyen szempontból egyfajta játékos temető azoknak a játékosoknak, akik nagyon közel vannak az NB1-hez, de még pont nem elegek, de mondjuk van egy csapat, amelyik vagy nagyon sokat fizet értük, vagy úgy van vele, hogy játszatják. Most mondok itt egy másik példát, Kovács Péter, aki elment védeni, és utána már a végén azt hiszem a Budaörsnek nem is védte a kapuját, tehát hogy kikerült a kezdőből talán. És mégis ott volt az U21-es EB-n. És mégis ott van az EB-n. Kezdőként azért a szezon nagy részében játszott, és alapembere volt annak a Budaörsnek, ami ősszel még ott tapadt ránk. Így és van. Pont és egyébként akkor... ellenünk jól is védett, szóval neki például szerintem kifejezetten jót tett ez a egy év, ahelyett, hogy mondjuk nálunk kisparozott volna, és véd a Ratyi MB3-ban, ami semmi. Persze, előtt. Személy szerint igen, de most fel fogjuk hívni, visszahívjuk. Velünk kezdi majd meg az NB1-et? Mivel még mindig nem mondanám azt, hogy ő egy kezdőkapus egy NB1-es klubnál, a cserepadon pedig egy fiatal kapust óriási hiba ültetni. Az NB3 meg, mint mondtam, hülyeség neki, ezért ismételten én őt kölcsönadnám még az NB2-be. És vagy, de hova bizonyítson vagy, még? De vagy hozunk helyette jogkapust, vagy ha nem hozunk helyette jogkapust, és tényleg lesz megint egy extra éve, akkor meg be lehet dobni. De ez a problémám sok játékosnál, hogy csinálni egy normális évet Bényei, vagy bármelyik fiatalunk az NB2-ben, és akkor utána megint elmondhatnánk, hogy de csináljon még egy extra teljesítményt. Majd hozunk helyette, úgyis van pénz, majd hozunk helyette mást, hát még túl fiatal, meg még túl lesz, maradjon ott. Tehát, nem azt mondom, hogy ez az út, amit általában lehet látni, csak azt mondom, hogy ebben ez a fajta veszély megvan. Tehát most szerintem az lenne egy kimagasló dolog. Az a baj, azokból indulsz ki, akikről tudtuk mindig nagyon jól, hogy töltelék emberek, és csak de azért voltak most Kovácsot itt, mert... például. Tehát, hogy aki most viszont... van egy kapus kérdés, akkor miért nem mondjuk azt, hogy Kosicki, köszönjük szépen az eddigi munkát, és Kovács Péter bizonyított már nagyon sok esetben, egyébként ellenünk is nagyon nagyokat védett, én azt gondolom, vagy azt mondani neki, hogy oké, figyelj, nem érezzük azt, hogy NB1-es kapus vagy, eladunk egy csapatnak, akár de egy NB2-es miért csapatnak. Adnád el, ha egyszer tehetséges? Elherdálod, tehát akkor már miért nem jobb kölcsönbe adni? Akár még NB1-ben is. Mert hogyha úgy sem szerepel nálad, akkor az legalább de, pénzt hoz. De ez egy jelenlegi ideiglenes állapot, hogy még nem fér be a kezdődbe, de még 20 éves, vagy 21, és beférhet. Érted? Jó, de ha a kis padon ül nálad, akkor nem fog fejlődni. Ezért jó, ha kölcsön adod, ahol viszont rendszeresen véd. És hogyha van egy extra tehetséged, akiről tudod, hogy tényleg tehetséges, akkor azért annál figyelembe veszed azt a teljesítményt, amit egy NB2-ben nyújt. Igen, csak így az nem derül ki, hogy NB1-ben mire lenne képes. Érted a problémát? Tehát nem derül ki az, hogy nehezebb környezetben mit tud nyújtani. Hogy gondolkozzunk-e rajta hosszú távon, vagy felejtsük el szegényt, adjuk ki neki jó, az de a kapusposzt az ilyen szempontból mindig speciális, tehát ott az ilyen de ugyanez Bényeinél is, ugyanez Bényeinél is, vagy bármelyik játékosunknál ezt érzem, hogy oké, játszana egy normális idényt NB2-ben, amikor nem sérül meg, honnan tudod azt, hogy az NB1-ben utána jó lesz-e? Azért. Csak és kizárólag úgy, hogy játszatod az azért, NB1-ben. Mert már egyrészt a csapatodban láttad őt, igaz, hogy az NB2-ben láttad, és tudod, hogy mire képes, és lenne egy teljes szezonja, amikor felnőtt mérkőzésen rutint szerez. Mert én nála ezt érzem hiányosan, a képességei megvannak, a meccs rutin az, ami szerintem neki hiányzik, és mivel még nagyon fiatal, szerintem fontos lenne neki egy teljes szezon, amit végig játszik egy NB2-es csapatban. Mert oké, maradhat itt nálunk, de most azokkal a pár percekkel őszintén nem sok mindenre fog menni, annak meg főleg nincs értelme, hogy mondjuk NB3-as csapatban játszogasson. Nála, oké, azt mondom, a kooperáción el lehet gondolkodni, de megint csak azért az ő esete speciális, mint mondtam, neki szerintem egy ilyen nyugodt szezon jót tenne, hogy abszolút egy logikus az, amit mondasz, és egyet is értek vele, abban az esetben, hogyha utána tényleg garantáljuk azt, hogy nem elherdáljuk az ő tehetségét, és visszahozzuk. De szólaljon meg Red Boy és Anderson is ebben a vitában nyugodtan, hogyha van gondolatotok hozzá. Hát Kovácsok kapcsolatban... Én inkább azt mondanám, hogy inkább kölcsönadnám az NB1-be valahova, ahol rendes játék lehetőséget kap. Hát de kapna. Nem kapna sem. Mondj egy ilyen csapatot, ahol... Bárhova. Igen. Hát nem tudom, hát mit tudom én. Igazából, nem. Tehát... Akkor megválaszoljuk a kérdést, nem. Tehát NB1-ben nincs olyan csapat jelenleg, ahol beférne.
szerintem. Egy 16 csapatos NBA-be biztos, hogy lenne helye. Ott igen. De egy ott ilyen lenne. Kiélezetben, ahol minden pont számít és eredménykényszer van, és a negyediktől a 12-ig mindenki a kiesése ellen küzd, itt nem fogja megadni senki egyrészt egy fiatal kapusnak a lehetőséget, pláne egy kölcsönkapusnak. Tehát akkor inkább vesz egy rutinost, vagy egy saját nevelésű, saját kapust lesz be, és nem egy másik csapatnak a kölcsönkapusát. Ez így van. Mindegy. Az NB2-be még kölcsön lehet adni egy évet, de én azt mondom, hogy ha a következő évben nem lesz kimagasló, akkor nincs értelme tovább megtartani. Én személy szerint ezt gondolom. Hiába védett nagyon jól ellenünk, engem még azért maradéktalanul nem győzött meg. Tényleg, az viszont tény, hogy egy kapusnál más, hogy néz ki az életkor a fociban, mint más posztoknál. Tehát azért a kapusok tovább is védenek, és később, az esetek többségében később érik el a magasabb szintet, mint mondjuk egy bármilyen mezőnyjátékos. Tehát ez csalóka tud lenni, de engem azért még nem győzött meg olyan szinten. Bényeit én azt is el tudom fogadni, amit Balázs mondott, hogy kölcsön adni egy egész évre. Értem abszolút a logikát emögött, hogy személyiségre lehet, hogy ez jobban passzolna hozzá, de szerintem az is egy járható út, hogy kooperációban itt tartani, és néha már az NB1-ben is megkapná, akár csereként a lehetőséget, egyébként pedig tudna az NB2-ben edződni. Én egyébként a Békés Csabát, mint csapatot alapvetően nem tartanám rossznak kooperációra, de földrajzi szempontból erős kétségeim vannak, hogy jó választása, akkor már egy Szolnokot én jobb döntésnek éreznék. Főleg azért, mert fiatal játékosokról beszélünk, és ebben az esetben azért a tömegközlekedés egy szempont lehet, már pedig azért Szolnokra vonattal elég könnyen el lehet jutni, miközben Békés Csabára eljutni Debrecenből se vonattal nem könnyű, se kocsival nem könnyű, sehogy nem könnyű. Nem azért, hiszem, mondjuk, azért hogy ő vonatozna. Őszintén nehezen tudom elképzelni azt a szitut, hogy a DVSC játékosa felül a vonatra. Jó, de akkor jó, tegyük ezt, gyere, ez lehet jó. Kocsival tudod. Oké, de akkor vegyük a kocsit. Békés Csabára kocsival se olyan könnyű. Hát én voltam mind a két helyen meccsen, és nincs nagy differencia. Szerintem olyan, egyébként... Csibu megmondja, mert ő jobban ismeri szóval. Így van, meg mi minden évben megyünk le Békés Csabára autóval. Szolnok fele ugye 4-es, 120 km két óra alatt ott vagy, vannak egész jó szakaszok, meg egész rossz szakaszok, amiket érdemes lenne újítani azért, de hogy Békés Csabára milyen rossz lejutni egyébként közúton, tehát amint kiérsz Hajdú-Bihar megyéből, olyan elképesztően kelet-európai útszakaszok fogadnak, ami botrányos, tehát szétráz az egész út, kellemetlen, de nem hiszem egyébként, hogy egy ilyen kooperációs szerződésben ez lenne. Körülbelül olyan fél óra differencia van utazási időt tekintve a két város tekintetében. Szolnok van közelebb, de szerintem ez már annyira nem jelentős különbség, hogy most emiatt mondjon azt, hogy Szolnok és ne Békés Csaba. Már inkább Nyíregyháza. Mert igen, egyébként nyilván ott lenne Nyíregyháza. Adná magát, igen. Abszolút. Vagy Diós Csőr. Az csúnya lenne. De végül is. Ott legalább autópálya megy. A Diós Győrnek most úgy is kell egy komplett csapatot építeni. Meg hát a hírek szerint egyébként Eli bácsi lesz ott az edző, nem tudom, hogy ezt hallottátok-e. Ezt de nem. Nagyon-nagyon erősen pletykálják, hogy ő fogott kikötni. Érdekes. Úgyhogy ez külön pikantériája lenne az egésznek. Hát ez elég. Meg lehet, hogy megnézek majd. Vagy azért, hogy pozitívan csalódjak, vagy hogy nevessek. Majd igen, én még baráthoz tudnék hozzászólni. Én gyorsan hadd vágjak már közben, igen. Hogy a kapus poszt és Kovács kapcsán emlékeztek-e még Decki Mátéra? Persze. Aki 15 évesen igen. Bemutatkozott edzőmeccsen a Lokiban. Na, igen. Tudjátok, hogy ő most hol van, hol véd. Nem Siófok, de Ajka. Nem? Az Ajka rendelkezik a tulajdonjogával, de egyébként az NB3-ban vére Veszprémben. Veszprém. 21 éves, tehát ő se vitte sokra sajnos. De még előtte is ott a lehetőség valahogy visszaverekedje magát. Nyilván nehéz lesz innen. De majd kiderül. Na, beszéltünk akkor Bényeiről.
Én mindenképp kooperációs szerződés, nem teljes szezonra, tehát én mindenképp látni szeretném őt jövőre NB1-ben. Ha csak csereként, 10 percekre akkor is, azt elfogadom, hogy kooperációs szerződés. Én azt gondolom, hogy ha van egy tehetséged, aki ennyire komplett és játékosnak tűnik, és vannak ennyire pozitív dolgai, akkor azt szerintem megérdemelni azt, hogy játszassuk. Ugye még két fiatal van, aki kíváncsi vagyok, hogy mennyire üti meg szerintetek az NBA színvonalát, Barát. Én Baráthoz mindenképp hozzászólnék. Nekem nagyon érdekes volt ez a haladás elleni meccs, és már a korábbi meccsek, ahol úgy jobban figyeltem a játékát, azok is felkeltették bennem az érdeklődést azért, hogy mi az ő igazi posztja. Tehát, hogy valójában ugye ilyen kvázi védekező középpályás pozícióban szokott játszani, de tulajdonképpen ott semmi extrát nem láttunk szerintem tőle. Most a haladás ellen feltolva inkább támadó középpályást játszott, és megint előjött az, ami már például ősszel a Vasas ellen is, vagy akár több másik meccsén is, hogy egyébként nagyon érzi a kaput. Tehát nem tudom, emlékeztek-e rá, de amikor helyzetbe kerül, nagyon sokszor, nem mondom, hogy mindig, mert néha rossz döntéseket hoz, de nagyon sokszor annak a vége gól, vagy komolyabb gól helyzet, és néha kifejezetten higgadtan old meg szituációkat, úgyhogy én biztos, hogy nem védekező szerepkörben próbálgatnám őt, hanem vagy támadó középpályásként, amivel kapcsolatban viszont az a kételjem, hogy annyira meg nem érzem technikásnak, ami egy támadó középpályás pozíciónál mondjuk jól jönne, vagy most ez kicsit tudom meredek, de még csatárként is kipróbálnám őt. Mert egyébként hát tényleg... Pont ezt akartam, hogy ilyen track artistaként, ilyen mélységből bemozgó támadóként még lehet, igen. Tehát én azt gondolom, hogy én azon a poszton adnék neki lehetőséget, mert amúgy szerintem tényleg jól érzi a kaput, és ez ritka viszonylag. És fejjel is, lábbal is. Nekem nehéz őt a legnehezebb elhelyeznem ezen az NB1, NB2-es radaron, mert szerintem voltak nagyon rossz meccsei, de itt például a legutolsó az elképesztően jó volt. Nem tudom. Én nem tudom őt elképzelni úgy, hogy kezdőként számítunk rá, de valami hasonlót igen, mint Bényeinél, hogy kap lehetőségeket, de őnára inkább azt érzem már, hogy kiforrottabb annál, hogy csak lehetőségeket kapjon. Úgyhogy Én benne azt látom, hogy egy Szécsi típusú játékos lehet belőle, aki kicsit univerzális is, tehát több helyen, több poszton bevethető. Ha berakod a csapatba, van rá esély, hogy nem fogsz, vagy nem nyúlsz nagyon mellé vele, de azért nem is az, akire a csapatot építed. Igen, tehát hosszú távon ezt a lehetőséget én viszont vannak nagy hátrányai, középen játszik, és például a szereléseknél látványosan sokszor elkésik. Ugye azért volt egyből piros lapja is, és azért itt volt többször például a haladás elleni meccsen is olyan megmozdulása, ami eléggé narancssárgás volt, vagy hogy második sárga, vagy ilyesmi, szóval... Én ezért mondtam, hogy én biztos, hogy nem védekező szerepkörben játszatnám. Igen, mert ugye középen vagy úgy is össze kell jönnöd védekezni, meg azért arra kell számítani. Igen, de annyira nem rossz védekezésben, hanem az elsődleges feladata. Tehát nem mindegy, hogy ahhoz viszonyítunk, hogy elsődleges feladat, és ahhoz képest sokat hibázik, vagy ahhoz viszonyítunk, hogy nem ez az elsődleges feladata, de egyébként be tud segíteni a védekezésben is. Tehát azért van különbség a kettő között. Nálam nem lenne fix NB1-es játékos, de nehéz megítélni őt. És akkor van a harmadik játékos, ő pedig Pintér. Na, egyébként nálam ő egyértelműen kezdő lenne NB1-ben is. Más kérdés, hogy már arról szólnak a hírek, hogy nem biztos, hogy a DVSC-ben a következő idényt, sajnos. Elspoilerezted, pedig én próbáltam titokban tartani. Igen, hát itt már megy a találgatás, megpedzegettem a hétfői adásba is, és az esti Discordon is már, hát majd, hogy nem telibe találták a nevet, hogy ki az a fiatal, akitől megválhatunk, hát ő róla van szó, hogy egész konkrétan kivásárolja őt a Vasas, vagy már ki is vásárolta. Meglátjuk, én nagyon sajnálnám. Én azt mondom róla, hogy olyan
képességei vannak, és olyan képességekben jó, amit egy focistának nem tudsz megtanítani. És abban vannak hiányosságai még, ami viszont tanítható. És ezért szerintem óriási kincs, és óriási hiba lenne őt elherdálni, mert több olyan fiatal tehetség van, aki a tanítható dolgokban jó, viszont az extrák és a váratlanak hiányoznak belőle, azok, amik megkülönböztetik tényleg a igazi klasszisokat az úgymond átlagos játékosoktól. Én ezért tartom Pintért egyébként egy nagy kincsnek, és nagyon sajnálnám, hogyha ilyen könnyen lemondanánk róla. Én is. Még akkor is, hogyha sok pénzt kapunk érte, kapnánk érte később még többet is adott esetben, meg egy olyan poszton játszik, ahol szerintem nagyon-nagyon fontos pont ez a skillesség, mert ott ezeket az egyéni villanásokat, ott igenis bele kell menni egy pár harcba, és meg kell nyerni. És miről szólt az elmúlt 5-6 év a DVSC-ben, amit a legutoljára NB1-es bajnoki címet szereztünk, hogy az egyéni párharcokban nem vagyunk jók. Szinte minden meccsen, minden statisztikai mutató NB1-ben is azt mutatta folyamatosan, hogy párharc mutatóink rosszak. Többségében az ellenfél nyeri a párharcainkat. És itt van egy srác, aki meg párharc nyerésben nagyon jó egyéni villanásokban, jobb szélsőként, vonalszélsőként tud játszani, tudja beadni a labdákat, de hogyha elkezd befele cselezni, akkor tud lőni. Pont az a típusú játékos, akit egyébként Herceg András nagyon-nagyon szerető, az ilyen befele cselezősöket részesítette mindig előnyben. Én nagyon-nagyon sajnálnám őt, pláne úgy, hogy nem az NBA-be vált, tehát hogy nem csak mint csapatként sajnálnám, hanem mint játékos, hogy nem biztos, hogy ha igaz a pletyka, akkor a Vasas az ez egy olyan hely, ahova mennie kellene. Nem biztos, hogy annyira megbecsülik ott az embereket, mert annyi pénz van, meg annyi ember jön, megy, hogy ő is csak egy lesz a sok közül. Itt Debrecenben viszont ő lenne az a játékos, aki hasonló mondjuk Bárányhoz hatalmas élményeket képes adni, és akár kapni a közönségtől szerintem hosszú távon, úgyhogy bízok benne, hogy ez csak valami kamu hülyeség, és nem igaz a pletyka. Na most... Hát én is abba bízok, hát hogy ez nem igaz, de viszont hát akár első ez az ő részéről pozitívan is, de lehet, hogy pont úgy jár, mint ahogy elment oda Újvárosi, igaz, mit tudom én, ő nem volt annyira jó játékos, de ő meg aztán egyből kölcsönet adva a Szent Lőrincnek, tehát nem tudom, hogy most ez most milyen végkimente lesz ennek a dolognak, hát meglátjuk. Két nagyobb blokkunkat ezzel zárjuk, beszéltünk a játékosokról, edzőkről, beszéltünk a benyomásokról, ami a csapat teljesítményét illeti. Mielőtt előre tekintenénk a következő szezonra is, már beszélgetnénk egy-két dologról, van egy újabb, nagyobb témakör, amit szerintem érdemes érinteni, ez pedig a tulajdonosváltás témaköre, hiszen egy teljes szezon eltelt azóta, hogy Szima Gábor helyett ugye a DVSC Egyesület vette át a tulajdoni jogokat gyakorlatilag a DVSC keretén belül. Volt nagyon sok változás, játékos politikában is voltak változások, volt nagyon sok apróság. Én itt például a legutóbbi apróságnak azt jelezném, hogy nagyon szépre sikerült szerintem a trófea átadáskor az a mez, amit felvettünk, az a fekete-piros mez, különlegesebbé tette a dolgot, látszott, hogy valamivel készülnek előre, illetve az a folyosó, amit készítettek a játékosoknak, hogy kidekorálták gyönyörű szépre, öltöző folyosó olyan lett tényleg, hogy én is alig várom, hogy majd valamikor menjek, aztán megnézzem. Ezek is olyan apró momentumok, amik szerintem hozzátesznek, vagy például most készítettek egy szezonzáró 8-9 perces összefoglaló videót, ahol most már végre egy jó kis kommentátor. Ugye ki is volt ott alatta a DTV-ben? Egy rádiós műsorvezető. Igen, nem a DTV-s? Ja, jó. De nem a hangosban. Nem Vida Gyula. Nem Vida Gyula. Nem is a hangosban mondom. Jó. De hogy voltak ilyen változtatások, voltak ilyen pozitívumok, ilyen apróságok, de beszéltünk azért korábbi Loki Zóna adásokban, hogy a kommunikáció tekintetében vannak nagy hiányosságok, tehát az, hogy mondjuk Huszti Szabolcsán nem nagyon van interjú évközben sem, oké, hogy a meccsek után nem ő neki kell vállalni az interjúztatást, de attól meg lehet nőt is kérdezni a csapatról. Ő egyébként nem szeret nyilatkozni, ezt lenyilatkozta, hogy nem szeret nyilatkozni. És már korábban is mondtam, játékosként is mindig mondta, hogy ő nem szereti ezt a dolgot, de hát
Most egyébként egy német lap készített vele van, interjút. Igen, tehát neki lenne az a minimum, hogy odaáll és kiáll és elmondja, hogy mit, tehát hogy ez ezzel jár, akár szereti, akár nem. Nagyon sok olyan cikk volt, amin megrökönyödtünk az év során a meccseket követően. Nagyon sok olyan cikk volt, amit vártunk volna, hogy megszületik, de nem született meg, vagy utólag máshonnan derült ki, megint maradt ez, hogy nem is a DVSC Facebook oldalon van közvetítés, vagy egy random site-ról kell megtudnunk, más oldalakról ott készítenek olyan interjút vagy írásokat, ahonnan kiderülnek nagyon-nagyon fontos dolgok a klub életével kapcsolatban. Amikor van is mondjuk valamilyen sajtókonferencia, amit élőben közvetítenek, nincs utána bejátszva a kérdezési lehetőség, meg hogy ott miket kérdeznek a munkatársak. Nagyon sok ilyen apró vagy akár nagyobb negatívum volt. Nektek milyen benyomásaitok van, összbenyomásotok van erről a tulajdonos váltásról? Nekem a kommunikációról annyi, amit már többször is mondtam, hogy nem sikerült levetkőzni ezt a sunyuló-sunyogós mentalitást, hogy inkább titkoljunk el dolgokat, hogy nehogy baj legyen belőle reakciók tekintetében. Nekem ez nem szimpatikus, az őszinteség szerintem hosszú távon sokkal jobb. Az engem zavar, hogy azt egy NB1.hu-ról kell megtudni, hogy Gróf Dávid agyrázkódást szenvedett a Nyíregyházán, és nem a DVSC.hu hozza ezt le. Az zavar, hogy egy játékos vagy edzőnyilatkozat előbb jelenik meg egy Haonon, mint a DVSC.hu-n. Az még jobban zavar, hogy egy vezetőedző előbb nyilatkozik egy olyan sportoldalnak, ami nem a hivatalos oldal, úgyhogy ezen nagyon nagy hiányosságokat érzek még most is. Annak ellenére, hogy például a médiás megjelenésben látok előrelépést, a videós tartalmakban mindenképp látok előrelépést, a dizájnban például a Facebookon látok előrelépést, de igen, voltak ezek a félre sikerült cikkcímek, meg a szurkolók hibáztatása, meg hogy a játékos adatlapokon a játékosokat, akiket télen hoztunk, meg az edzőket nem fotózták le hónapokig, tehát ezek azért... Ott van az is, amit Udanovics-sal történt, hogy akkor most elküldik, nem küldik, akkor hol szerepel, hol nem szerepel, mi van vele, tehát ilyen személyi kérdésekben is nagyon sok meg fölcsoság. Egyébként most, hogy egy konkrét példát említsek, most, hogy ugye elindult a játékos keringő rovat, például itt szembesültem azzal, hogy a nyáron Kecskemétre kölcsönadott Kerekes Krisztiánt egyébként télen visszahívtuk Kecskemétről, és kölcsönadtuk Tiszaújvárosra. Tehát, hogy erről nem volt semmi hír, ezt az adatbankból tudtam meg most, amikor néztem, hogy na mondom, megnézem már Kerekes, mit játszik, Kecskeméten játszik-e. Azt nézem, Tiszaújváros. Ja, mondom, oké. Hát vagy mondjuk azt, hogy a játékosok, már itt gróf szóba került az agyrázkódása, de hogy alapvetően a játékosok sérüléseiről sincs nagyon információ. Tehát mondjuk rossz volt szegény Lakat, jó, talán szóba került egyszer valahol, rossz volt Lakatos bicegését ott látni a diátadónál, hogy mennyire komoly sérülése van ránézésre, és ez csak egy példa. Bényeit sem kommunikálták le egyébként. Lehet, hogy valahogy máshogy került szóba, vagy csak mi találgattuk, nem tudom, de hogy nagyon sokszor a sérülésekről se tudunk semmit. Például... Aztán az édesapja írta be hozzánk kommentben, hogy igen, sérül. És egyébként ezt meg tudom érteni, hogyha mondjuk a Covid-ról nem tájékoztatnak, de hogy az egyszerű sérüléseket se írják le sose, mert hogy állítólag ez a titkolózás is azért van, hogy hát az ellenfél ne tudjon készülni abból, hogy most kivevethető nálunk, meg ki nem. Példaként mindig a vasas tudom felhozni, nagy ritkán belenéztem a hivatalos honlapjukba egy-egy meccs előtt, és szépen tételesen fel volt sorolva, hogy melyik játékos éppen milyen sérüléssel bajlódik, és mikor ez bevethető. És ha volt covidos, akkor meg volt említve a cikk végén, hogy és egyébként X számú játékosunk fertőzéssel összehozható dolgok miatt nincs ott. Nem voltak megnevezve, de ki lehetett nyilván következtetni, de viszont aki konkrétan sérült volt, az meg volt nevezve. Én rájöttem. Ezért nem jutottak fel. Egyértelmű. Mi nem tettük ki, feljutottunk. Tehát ez is a klubot igazolja. Viccet félretéve, még hogyha így akarunk egy kicsi rejtelmességet belevinni a történetbe, akkor is le lehet írni a meccs után az összefoglalóba, hogy egyébként ez a játékos, meg ez a játékos azért nem készült a csapattal, vagy azért nem volt ott a kispadon se, mert egyébként ilyen
dologgal bajlódik. Ilyen hát ezek egyébként néha meg szoktak jelenni a cikkben, de ilyen nagyon elejtett fél mondatokban. De például a külföldön megnézel egy topklubnak egy Facebook oldalát, rendszeresen fel vannak tüntetve, meccs előtti, vagy kettővel megelőző napon, hogy mi a meccsre nevezett keret, egy bő keret, egy 21-23 fős keret, akiből 11 kezd, a maradék meg a kispadon foglal majd helyet. Ezt is hiányolom, bár tudom nagyon jól Magyarországon, ez sehol nem szokás, tehát sehol nem láttam még azt, hogy konkrétan utazókeretet valamelyik klub is feltüntetne. Ebben is lehetnénk úttörők ilyen szempontból. Nem mondom, ez a titkolózás nekem soha nem volt szimpatikus. És mi egyébként úgy is innen-onnan tudjuk ezeket, csak nyilván utána meg már mi sem merjük ezt kikommunikálni, mert akkor most nyilván okkal titkolózik a klub, és akkor megint mi leszünk a szar szemetek, amiért nyilvánosságra hozunk olyan infót, amire aztán rásütik, hogy mit is mondtak tavaly, hogy álhír. Ja, álhír. Ja. Álhír. De a csak focira is azt mondták, ugye, amikor az öltözői válság volt, az is egy érdekes botrány volt, hogy a csak foci lehozta, hogy válság van a debreceni öltözőben, meg hogy állítólag csapatkapitány váltás lesz. Jött egy cikk, meg egy poszt, amin azt hiszem Bódi Ádám nem is szerepelt a képen. De ott volt, és hogy megmértük, hogy nagy a feszültség az öltözőben, és ott volt egy ilyen feszültség. Igen, és aztán pénteken csak úgy egy, nem is tudom, ha onnan jelent meg, vagy hol, vagy valami a cikken. Nem, az megjelent a honlapon, igen. Hogy egyébként csapatkapitány módosítottunk, de egyébként minden rendben van. Tehát, hogy ez nagyon súlykolod az emberekbe a jót, ugye az edzéseken is mindig a vigyorgós képek, erről beszéltünk szerintem az előző adásban, hogy amikor nagyon súlykolod a közönségnek azt, hogy itt minden rendben van, akkor általában arra gondol mindenki, hogy hát akkor biztos, hogy nincs itt rendben minden, és azért próbálják ezt súlykolni. Na mindegy, szóval voltak ilyenek, és ez szerintem beárnyékolta ezt az évet ilyen szempontból, tehát voltak olyan dolgok, amiben előreléptünk korábbi időszakhoz képest, de volt olyan, amiben nulla előrelépést tapasztaltunk, és még arról nem is beszéltünk, amit ugye legutóbb a DTV-n Kósa Lajos azért már emlegetett egy-két bullshit dumával együtt, nézzétek meg azt a 40 perces interjút, más dolgok miatt is érdemes, ugye végül a DVSC-ről beszél, hogy hát a címerváltás az igazából nem mondta ki, hogy nem, sőt arra is utalást tett, hogy egyébként dolgoznak rajta, hogy hogyan lehetne jobban összefűzni a kézilabda csapatot a foci csapattal, meg hogy nem szimmetrikus a logónk, és az nem jó, meg nem jól használjuk a szárnyas kereket, meg hogyha fekete alapra tesszük, meg mit tudom én, akkor nem úgy látszódik, ahogy kellene. Jó, nyilván ezen lehet minimális módosítást, egy pici design módosítást tenni, de az, amikor azért egy konkrét címerváltásról van szó, az azért veszélyes dolog. Igen, ezt nem írtam fel az adásmenethez, mert már erről is beszéltünk egyébként, de én szerintem készüljünk fel arra, hogy lesz címerváltás. Felírtam? Elírtad, ha. Akkor jó. Ja, igen. Pedzegetése. Igen, mert hogy kimondott egyébként, hogy a kézilabda csapat és a foci csapat egy hullámhozton kell, hogy pendüljön, már pedig az egyébként jó. A két ennek csapatnak örülök. Jelenleg különböző a címere, tehát hogy igen. Akkor vagy az egyik átveszi a másikat, amire én nem látok sok esélyt, vagy mind a kettő kap egy újat, amire a hírek szerint igen nagy esély van. Meglátjuk majd, remélem, hogy ezt nagyon finoman és óvatosan csinálják majd. Van-e még özbenyomásotok, vagy rátérhetünk a gazdálkodási szakaszra? Hát igazából én a címbervitához csak annyit mondanék, hát úgy szerintem ez abszolút másod vagy harmadlagos dolog. Hát, hogyha minden jól megy a csapatnál, akkor lehetne esetleg, mit tudom én, kozmetikázni, vagy bózkodni vele, de szerintem most ez annyira másodlagos dolog szerintem. Mivel most volt egy edzőváltás szerint, edzőváltás, tulajdonosváltás, illetve visszajutottunk az NB1-be, nem feltétlen mondom azt marketing szempontból, hogy rossz dolog ezen gondolkozni. Az a baj, hogyha ebben nem vonják be a szurkolókat, és az a baj, hogyha jelentős módosítást akarnak eszközölni. Tehát apró, kicsi, óvatos módosítgatásokkal el lehet jutni úgyis nagy változásokra 10-15 év alatt, de hogyha itt ilyen nagy, jelentős, Juventus nem kell említenem példaként, módosítást akarnak, akkor az nem biztos, hogy olyan könnyen megtehető dolog lenne. Hát vagy az Újpest, mondjuk, hogy magyar példánál maradjunk. Legyen ez a címerünk, az egyik az a jelenlegi logó, másik meg a kör alakú kézilabdás logó, és akkor megvan oldva. Ez az egy vicc, az Újpestnek a címer megoldása, az egy vicc. De menjünk bele.
A gazdálkodásról túl sokat nem szeretnék beszélni, de megjelent egy-két hónappal ezelőtti könyvvizsgálói jelentés, ugye minden évben ilyenkor tavasz végén teszik közzé azt, hogy az előző tárgyévben milyen volt a klub anyagi helyzete, hogyan változott az egy év során. Az elmúlt 4-5 évben erről mindig készítettem cikket, lehet, hogy idén is lesz majd június vége környékén, nem akarom megígérni előre. Egy-két dolgot mondanék ebből, és akkor a 3.5-ös pontot, egyébként ezt a dvsc.hu oldaláról le tudjátok tölteni, a dokumentumok között fent vannak ezek a jelentések, ti is tudjátok őket bogarászni. Ami azt azért emeljük ki, hogy laikusként nagyon nehéz értelmezni. Nagyon nehéz nekem is. Pláne, tehát én belenéztem is, nekem ez kínai, tehát én ehhez nem értek be, vallom. És én is laikus vagyok, csak nagyon sok ilyet forgattam a kezembe, tehát simán lehet, hogy hülyeséget beszélek. És most pláne, hogy oké, hogy azt írja a maga a gazdasági jelentés, és úgy van elkészítve, hogy az előző évekhez összevethető legyen, de egyrészt jött közben az NB1-ből egy NB2, másrészt jött egy tulajdonos váltás, amivel jöttek nyilvánvaló váltások, és mivel egy egész éves időszakot néz, ezért nem tudjuk úgy külön bontani, hogy oké, akkor tavasszal ez történt, ősszel pedig ez történt, tehát egyben van nagyon sok adat, nehéz átlátni, de egy-két dolgot azért, ami szerintem laikusoknak is abszolút érthető és figyelemfelkeltő dolog lehet. 3.5-ös jövedelmezőség. A gazdálkodó, tehát itt a DVSC teljes naptári évre számított bevétele az előző évben, tehát 2019. januártól 2019. decemberig 2 milliárd 142 millió forint volt. A tárgy évben, tehát 2020-ban az előző 2020. január 1-től 2020. decemberi 31-ig tartó időszakban nem 2,1 milliárd, hanem 720 millió, 723 millió forint volt. Ez azt jelenti, hogy 66%-kal csökkent az összbevételünk. Ez irgalmatlanul nagy adat, és fél évet az NB1-ben töltöttünk. Tehát mi lett volna, hogyha mondjuk egész évben NB2-ben vagyunk. A következő mondat. Az árbevételt nézve, mert ugye van nagyon sok fajta bevétel, az árbevételt nézve az előző évben, 2019-ben 1 milliárd 330 millió forint volt az árbevétele a DVSC-nek. A tárgy évben, tehát 2020-ban 314 millió forint volt. Pedig én úgy tudom, hogy most adtuk el az elmúlt évekhez viszonyítva is a például a legtöbb bérletet. Most ez is csak egy ilyen árbevétel, de 1 milliárd 300 millióról 300 millió lett az árbevétel. Ez 76,4%-os bevételcsökkenés. És te szerinted itt mi lehet az, ami hiányzik innen? Egyértelműen ez a fél év NB2 és a kieső jelentős MLS juttatások, vagy itt te látsz valamit esetleg, ami más? Még nem tudtam eldönteni, hogy ez minek köszönhető, mert nagyon sok minden nincs jelentősen részletezve, illetve most sem látom a teljes dokumentumot, csak amiket így kimentettem magamnak, hogyha lesz róla cikk, akkor nyilván fogom keresni ennek az okát. Nem tudom megmondani, hogy ez minek köszönhető, akár az árbevétel is, hogy teljes 1 milliárd forint. Sok összetevős. Jó, hát itt... Mondtad ugye a bérletet, de mondjuk a jegybevétel az ugye majd, hogy nem fél évig nulla. Hát az egybevétel egyébként is nagyjából 80-120 nagyon millió kevés, forint körül igen. Volt az elmúlt években is, tehát nem hiszem, hogy annyival megnőtt volna ez a dolog. Itt nyilván a tévés közvetítési jogdíjak, NB1-es licenszhez kapott bevételről is van szó, ami szerintem több 10 milliót kitehet. Lehet, hogy a TAU-nak is van ehhez köze, hogy mondjuk egy NB2-es klubot máshogy támogat az állami jellegű forrásokkal. Meg azt se felejtsük, hogy az előző tárgyében volt egy nemzetközi indulás, pontosan, az 300 millió körül volt. Így van, tehát ott a nemzetközi díjakból elég sokat kaptunk. Hát most ez nagyon csökkent, és nyilván itt a legfontosabb az, hogy mennyi az adózott eredmény, mert ugye vannak kiadásaink is, és hogyha a kiadás is csökken együtt egy picit a bevétellel, akkor nincs olyan nagy para. Hát itt az adózott eredmény előző tárgyében 2019-ben 130 millió forint volt, tehát mondhatni 130 milliós plusz volt egy év alatt, tehát mondhatni pozitív összeget hozott össze akkor a DVSC. Most viszont pont ugyanez az összes, csak mínuszban, tehát most mínusz 128 millió forint volt, tehát több volt 130 millióval a kiadásunk, mint a bevételünk. Tehát egy év alatt, ugye ennek a különbözetét nézve, 257 millió forinttal csökkent egyébként az adózott eredményünk. Úgyhogy itt... Hogyha hozzáveszed azt, hogy tényleg mondjuk ebbe
csak a fél év NB2, akkor ez szerinted ráfogható-e erre, vagy itt azért kell egy picit aggódni, hogy esetleg nem lesz olyan büdzsé, mint amire számítani lehetett a tulajdonosváltás kapcsán? Akár csak fél év, akár nem, ebben 2020 decemberig vannak az adatok, tehát 2021 májusig ugyanúgy NB2-ben voltunk, tehát ez a trend, ez biztos, hogy tovább csökken, aztán majd most nyáron elkezdhet növekedni. Ebből is látszik egyébként, hogy két dolognak mennyire fontos szerepe van egy klubnál, nemzetközi kupának, meg a játékos eladásnak, hiszen itt például benne volt Varga Kevin eladása is, hát anélkül nem tudom, hogy hol lennénk. Az is kiderül egyébként ebből a dokumentumból, hogy ugye maga az MS Casino tulajdonában lévő 3362 darab részvény, ami ugye Szima Gábor érdekeltségébe tartozó részvények, azok 2020. december 22-én lettek megvásárolva a DVSC Futball ZRT számára, és december 30-án a DVSC számára ekkor lettek átvéve. Tehát igazából maga az átvétel a részvényekre vonatkozóan az csak év végén történt meg. Most, hogy addig itt ez mi zajlott, hogy zajlott, egyébként még az Egyesületről sincs, május 20 van, de még mindig nincs róla semmilyen dokumentum vagy okirat, amit mutatnának, hogy nézzétek csak, ez fontos lehet, hogy tudjátok, és ez szerintem nagyon nagy baj, ez lehet, hogy még nagyobb baj a mi szempontunkból, még mindig várom, hogy valami kiderüljön, hogy akkor itt most tisztázzuk már le azt, hogy pontosan ki, milyen jogcímen, hogyan dirigál, hogyan lehet besegíteni, hogyha valaki szeretne szurkolóként, egyáltalán be lehet-e lépni az Egyesületbe, mik a feltételek, hogyan működik a klub, tehát még mindig nem derült ki egy év után, és ez szerintem sok idő ahhoz, hogy ez ne derüljön ki, és ebben is az a baj, hogy ez ugyanaz az elsikálása a dolgoknak, meg elhallgatása, amit a klub kommunikációban is láttam sokszor, nem őszintesség, és azt nem szeretem, mert ott mindig az ingoványban járva, ott könnyen bele lehet futni olyan dolgokban, aminek nem biztos, hogy örülnénk. Amit egyébként fontos még látni egy dolog, és akkor itt kérdeztétek például, hogy akkor mi volt mégis az egyéb bevételünk. Az egyéb bevételeket, hogyha megnézzük, az összbevételünket tekintve, ez az egyéb bevételek, a teljes bevételt, csak hogy érthető legyen, 2019-ben összesen 2 milliárd 142 millió forint bevétele volt a klubnak, ebből volt 1 milliárd 330 millió az árbevétel, tárgyidőszakban, tehát 2020-ban 2 milliárd 172 millió forint volt, tehát 30 millióval még több volt az összes bevételünk, viszont lecsökkent az árbevételünk. Egyébként ebből van egy ilyen, hogy export értékesítés nettó árbevétele játékjog értékesítésből, tehát az árbevételt tekintve, az árbevételünknek 293 millió forintot tesz ki ez az export értékesítés, ez lesz Varga Kevin. Tehát elmondhatjuk, hogy kicsit fölülkerekítve nettóban 300 millió forintot kaptunk Varga Kevinért. Ez nem tudom, euróban egyébként mennyi. Hát 800 ezer, 850, amit hivatalosan is lekommunikáltak. Tehát itt van egy ilyen nagyobb adat, ezen kívül van az árbevétel, amit már beszéltünk, hogy az ilyen, akkor ilyen 643 millió, ehhez jön ez a 300 az játékos eladásból. Egyébként lehet, hogy ebben benne van más is, nem csak Varga Kevin, nem tudom, másnak értékesítettük-e a játékjogát, vagy kaptunk-e érte akár kis összeget is, mert akkor azt itt írták jóvá. És amit fontos látni az, hogy 2019-ben egyéb bevételekben 664 millió volt, tárgyidőszakban 1 milliárd 153 ezer, ez 53%-os az előző időszakhoz képest, tehát megduplázódott az egyéb bevételünk, és hogyha megnézzük, hogy az egyéb bevételünk megduplázódása minek köszönhető, 5 elem van a listán, kapott támogatás az MLS-től, ez 55 millió, TAO támogatás 230 millió, aktivált játékjogértékesítés, legyen ez bármi is, 36 millió, van még itt is egy egyéb bevétel az egyéb bevétel. Ez szerintem a ilyen nevelési költség lehet. Valószínű olyasmi, igen. Van egy ilyen egyéb bevételünk, az 77 millió, de hát ez még mindig alacsony. Mi az ötödik? 753 millió forint kapott támogatás állami önkormányzati hatóságtól. Tehát ez az összeg, amivel valószínűleg valamilyen módon akár a debreceni önkormányzat, akár pedig állami
támogatással, valamilyen egyéb módon, tehát nem MLS-től jött, nem TAO-ból jött, nem ilyen lekövethető módon jött, vagy hogy az külön előre volt határozva, hogy az a Loki lesz, hanem valószínűleg azáltal, hogy átvette, a tulajdonos váltás történt itt a DVS-t, ez 753 millió forintot jelent, amivel ugye pontosan el tudtuk érni azt az összeget, amivel előző tárgy évben is rendelkeztünk, és így is mínuszba kerültünk a kiadásokat és a bevételeket összevetve. Ezek szerintem a legfontosabb vagy legizgalmasabb összegek és adatok a teljes dokumentumból. Bocsánat, akinek ez egy picit... Jó lenne ebből egy cikk, úgyhogy kérem az olvasókat, hogy baszogassák Csibut, hogy csináljon belőle, mert itt nagyon óckodik tőle időhiány miatt, úgyhogy legyen. Úgyhogy itt 750 millió forintos állami támogatás, úgyhogy aki mondjuk a politikát nem szereti beletenni a fociba, az egyébként itt láthatja, hogy ez mind, tehát a TAO, az MLS támogatás, meg az önkormányzati támogatás, az 1,1 milliárd forintot tett ki. Vagy hogyha levesszük a nevelési költséget, meg tényleg az egyebeket, akkor 1 milliárd forint. Tehát, és ez egy MB2-es klub. És hogyha azt nézzük, hogy van most jelenleg 18 MB2-es klub, meg 12 MB1-es, az 30 csapat, mekkora összegek évente, csak arra, hogy fenntartsák a csapatokat. Nyilván mondjuk nem mindenhova megy ennyi. Nem, meg nem akarok de valahol meg ennél is sokkal több, mint úgy van, tehát nem akarok politizálni sem ezzel, inkább az, hogy legyünk ennek tudatában, hogy ez így működik, és a semleges térfélben is egyébként nagyon sokszor erre felhívjuk a figyelmet, hogy az lenne, hogyha ezeket az összegeket nem az, hogy egyből nullázni, hanem szépen elmondani, hogy 5 év alatt szépen kivezetjük. És maradjatok fönne nélkül, építsetek fel egy olyan szisztémát, amivel ez működhet. És hogy ne legyen erre szükség. Mert ezek irgalmatlan összegek így hosszú távon, és ez kellett ahhoz, hogy a DVSC ott legyen most, hogy NB1-es is, és van lehetőség, meg még jövőkép. Anderson, erről van-e véleményed, mert olyan régóta hallgatsz, hogy hallgatásba burkolózol, kíváncsi vagyok, mit gondolsz? Igazából végighallgattam érdeklődve, amiket mondtál. Nagyon konkrétan nem tudok most így hirtelen hozzászólni a témához. Meg kéne alaposabban nézni a számokat még. Engem is érdekel, majd alkalomattán megnézem. De az biztos, hogy ha átigazolásokról vagy jövőképről beszélünk, akkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a klubnak vannak tényleg egyértelmű anyagi korlátai, és ezt nagyon rendbe kell rakni. Nem lehet túlvállalni sem magunkat, tehát nyilván nem, már csak ezzel sem biztos, hogy le tudjuk majd a teljes keretet úgy cserélni, ahogy kellene, de nyilván muszáj lesz, mert a bennmaradás az most emiatt is nagyon fontos, hogy anyagilag ne rodjunk meg, mert egy újabb kiesés az azért nehéz helyzetbe hozna minket. Azzal a része meg teljesen egyetértek, hogy jó lenne már több információt tudni az egyesületről, tényleg, hogy a szurkolók kicsit közelebb érezzék ezt az egészet magukhoz, és ne azt lássák, hogy itt valakiknek ez a játszóterük, és ők meg ki vannak ebből az egészből hagyva, hogy tényleg tudjuk meg azt, hogy be lehet belépni, esetleg nem lehet belépni, hogy néz ki ténylegesen a gyakorlatban ez az egész, már eltelt azért azóta fél év nagyjából, hogy átvették a Lokit ténylegesen. Közben, amiről le is feledkeztünk, Róka Géza sincs már itt, hanem helyette ugye összevonták, Ábrók lett ugye az ügyvezető igazgató, ez a pozíció helyes megfelelője, nem is tudom pontosan. Igen, hát ő volt eddig a kézi csapatnál, mint ügyvezető, illetve a kézilabda akadémiánál is, és most emellé megkapja a foci csapatot, és a foci akadémiának is ezt a pozíciót, tehát így 4-1-ben. Azért meredek, hogy egy ember lát el ennyi feladatot, biztos, hogy vannak ennek pozitív közöttükai. Ő az, aki koordinálja, de nyilván vannak ő alatta olyan beosztottak, akik viszont a úgymond tehermentesítik, és mondjuk esetleg a adott esetben a lényegi dolgokat ők viszik. Igen. Én annyival zárnám rövidre, hogy hosszú távon ezt az egész modellt csak akkor látnám működőképesnek, hogyha az akadémiát sikerülne tényleg olyan szintre felfejleszteni, hogy itt piacképes játékosokat termeljünk ki, legalább
mondjuk évente egyet-kettőt, tényleg az a minimum érték, akik tényleg olyanok, hogy nem ez az szódával elmegy kategória, hanem először a Loki-ban tudnak olyan teljesítmény nyújtani, amivel a csapat hasznára vannak, akár már fiatalon is, és utána lehetőleg külföldre tudjuk őket értékesíteni, és abból befolyik valami olyan összeg, ami tényleg a költségvetést segíti. Egyébként ez volt a Szimairának a legnagyobb pozitívum a 2000-es években, hogy ott évente voltak ilyen játékosok, akiket tudtunk adni külföldre, és aztán a válogatottban is egész jól futottak. És ugyanez igaz most Varga Kevinre, tehát igazából ilyen Varga Kevinekre lenne szükségünk így évente. Van. És még az is, az a durva, hogy még ha évente van egy Varga Kevined, az is csak 300 millió forint. Miközben a teljes költségvetésed, amivel gazdálkodsz, az ilyen 2 milliárd, és akkor azzal éppen MB2-es költségvetésben vagy, vagy éppen egy talán nem MB1-es kieső költségvetésben vagy. Tehát ennél még többre is szükséged lenne, hogyha nagyobb céljaid vannak, nem csak ez a föllemászkálás. Ez ebben a durva, ebben a helyzetben, hogy mekkora összegek vannak, hogyha egy játékost, akit majdnem, hogy klubrekordért igazolnak le, jó, nyilván ott volt Balog Norbi, meg egyebek, de magyar szinten akkor is elég sok pénzt adtak érte, és nem tudsz évente ilyet kitenni, és én ezért is sajnálnám például Pintért, vagy Bényeit, vagy éppen Barátot, vagy a fiatal tehetségeinket, akár Bárányt, mert elég, hogyha egy játékos beválik közülük adott esetben NBA-ben, és utána azt mondja egy fizetőképesebb klub, hogy viszik, amit nyilván olyankor meg sajnálunk, mert hát, hogyha már olyan jó kis játékos lett, akkor de kár, hogy nem itt folytatja, de el tudjuk fogadni, és öröm figyelni, meg nézni, tehát Varga Kevin is megtátotosodott szerintem ott Törökországban, meg a válogatottban is, tehát olyan teljesítményekre lett képes, amit nem is gondoltunk volna szerintem róla, pláne az, hogy amit az elején gondoltunk róla, de aztán azt hittük, hogy mégse. Igen, aztán mégis. Igen, aztán mégis. Úgyhogy, igen. Úgyhogy nagyon pozitív csalódás, úgyhogy hajrá Kevinnek, majd az EB-n is. Így van. És egy záró gondolat az annyi, hogy már ebbe a témába biztos, hogy ne kezdjünk bele, hogy az egész NB1-es, 12 csapatos NB1-es rendszernek ez valóban egy nagy rákfenéje, hogy egyszerűen nem merik a csapatok berakni a fiatalokat, nincs terük arra, hogy kibontakozzanak, nehéz felépíteni erre egy klubmodellt, mert folyamatosan ott van a kiesés veszélye, és nincs rá idő, hely, lehetőség. Úgyhogy ez viszont egy rendszer szintű probléma, ami a mi dolgunkat is nehezíti, ha e felé akarunk elindulni. Legyen NFL, nincs kieső. Nem kell túlélni, és még nagyobb pocsolya, amiben lehet játszogatni. Nyilván nem, de valamilyen módosítás vagy változtatás kell, mert ez így elég durva. De erről majd beszélhetünk még máskor is, meg nyilván semleges térfében is sok szó esik a magyar foci ezen helyzetéről. Zárjuk szerintem ezt a blokkunkat, és térjünk rá arra, hogy hogyan tekintünk a következő szezonra. Ugye nagyon nem akarnék belemenni abba, hogy pontosan milyen személyek mehetnek, jöhetnek. Ugye Dzsudzsák Balázsnak is lejárt a szerződés, ez is most utólag derült ki egy interjúból, hogy hát neki egy évre szólt a szerződése, illetve beszéltünk már az edzői stábról is. Arról is beszélhetnénk sokat, de szerintem felesleges most, hogy az egyértelmű célunk mindenképp az, hogy fixen bennmaradjunk, a lehetőleg minél kevesebb izgalommal a bajnokság végén, és hogyha egy ilyen 8., 9., 10. helyen vagyunk, még azt is el tudjuk fogadni, hogyha normális játékkal is magabiztosan vagyunk ott a végén, csak maradjunk bent. A következő évnek ez lesz a fő feladata. Az egyetlen kérdésem a jövőre vonatkozva, hogyha játékos állományt nézzük, melyek azok a pozíciók, ahova mindenképpen igazolnátok kulcsjátékos, tehát olyan játékost, akit egyből be lehet dobni a mély vízbe, 90 percig tud játszani, várhatóan jól játszik, és egyértelműen úgy számolunk vele, hogy egész évben fix kezdő lesz. 2 darab belső védő. Ez az más, alap. Más szükség nincs. Ez az alap szerintem, enélkül ne is induljunk el a bajnokságban, lépjünk vissza, ha ez nem teljesül. Szerintem egyébként 3 az a 2, de... kezdőben 2, tehát... Nem, szerintem is 3, mert még hogyha, ha esetleg, vegyük azt, hogy Pávkovics és Por maradnának, most mondtam valamit, akkor is kell eléjük 3 olyan ember, akik jobbak. Mert azért sérülés, eltiltás, formahanyatlás, nem tudom micsoda. És olyan, akkor ha Porrut Misivel mondjuk ott számolnak.
De Korhut Misuel ne számoljanak ott, mert ő egy tök jóba a hátvéd. Nem tudhatjuk, hogy mi a... Korhut Misuel én egyébként is nehezen számolni. Tehát azért látszik, hogy sérülékeny, nagyon sokszor 60 perceket tud játszani. Szerintem ott ideális az, hogy Ferencivel majd váltják egymást a bal hátvédben. Én nem variálnék oda, hogy középen... Persze, hogyha nagyon nagy need van ott, és nem tudjuk máshogy megoldani, akkor oké, de én nem kalkulálnék. Nem, azon, én ezzel teljesen egyetértek, én sem. Igen. Jobb hátvédből is egyet igazolnék, vagy akkor el kell dönteni, hogy Kusnyírnak is megadjuk-e a lehetőséget Bévárdi mellett, meg hogy Bévárdival akkor számolunk-e ezen a hosszú távon. Mert azért afelől vannak kételjeim, hogy ő NB1-ben védekezés terén megállná a helyét. Úgyhogy ők az ellenfeleink többet támadnak majd, mint mi. Így van. Tehát én nem érzem Bévárdit megnyugtató megoldásnak NB1-ben, és ezzel nem őt akarom megbántani, mert szimpatikus, amit láttunk tőle. Kiegészítő embernek nagyon jó lesz, szerintem, de nem ráépíteném a jobboldali védekezést. Kusnyír meg nagyon ingadozó, amit hát leginkább semmit nem láttunk kb. Tőle ebben a szezonban, mert nem is nagyon kapott lehetőséget, de tény, hogy most, amikor kapott, akkor sem volt meggyőző. Hát olyan sokat nem kapott, tehát nem olyan ilyen átlag volt. Az a baj vele is, amit mondasz Bévárdiról, tipikus, jelenleg kiegészítő emberként lehet vele számolni. És ezért is mondtam, hogy nekünk nem kiegészítő emberek kellenek az NB1-ben ilyen szempontból, tehát egyetértek, kell egy jobb hátvéd. Igen. Hol van még szükségem erre? Én csatárposztra igazolnék, az biztos. Befejező csatárt, vagy... Akár is. Vagy ilyen hamis kilencest. Akár is, de befejező csatárt mindenki. Vagy már könyvest ide számolod? Könyvest még, ha ide számolom, akkor is lehet, hogy egy csatárt még igazolnék, az más kérdés, vagy az egy jó kérdés, hogy milyen jellegű csatárt. Hogyha itt lenne Lukasz, akkor már tudnánk. Mert akkor én mondaná egyből. Vagy egy néger. Ja. Egy színes bőrűjátékos, meg egy... Vagy de egy, az ics, bár bocsánat, de az ics az inkább hátvéd kell, hogy legyen. Nem feltétlenül volt itt egy Bogdanov. Jó, ez is igaz, de az már rég volt. Meg egy Sidibics. Igen. Hogy lehetett volna egy szerb fekete játékos, és akkor Adamu Kulibalics. De kell valami befejező csatár szerintem is, aki egyértelműen top kategória. Te mondtál egyébként Balázs kis, nem, Diós Györből egy-két játékost, akit elnéztél volna itt. Nézzem, ja, hát de... igen, elgondolkodhatunk egy-két neven. Én mondjuk onnan Polgárt szívesen látnám. Ő egy nem rossz fiatal, viszonylag fiatal védő, szélen is bevethető, középen is. Márkvárt, bár róla már inkább azt gondolom, hogy ne. És újabban most, hogyha kapust is keresünk, akkor a Malenyica is felvetődhet, mint opció. Mert egyébként ő szerintem nagyon jól védett tavasszal a Diós Győrben. Csak ugye nem a Diós Győr játékos, hanem az eszéki, úgyhogy... Ő meg tudjuk, hogy melyik klub. Privilégiuma? Igen. Szélre? Mi gondoltok Hegedűsről a Diós Györgből? Egyben nyakú. Sok hát minden függ attól. Tehát nyilván, hogyha a Gróf nem marad, akkor kapusra is szükségünk lesz egyértelmű. Ha meg marad, akkor meg nem kell a kapus poszton gondolkozni. Ugyanez igaz lesz egyébként arra is, hogy Dzsuzsák marad-e. Tehát én nagyon remélem, hogy ez nem lesz egy hasonló történet, mint a Vaj, hogy szeptemberig itt húzzák, halogatják, hogy na megy valahova, nem megy, de a Lokival kezdi a felkészülés, de még nincsen szerződése, és akkor most mi lesz vele, hogy lesz vele. Remélem, hogy ezt minél előbb le tudjuk zárni, és marad Dzsuzsák Balázs, és akkor szerintem, illetve ugyanez igaz Bódi Ádámra is, aki úgy néz ki, hogy akkor ezek szerint mégis egyelőre marad a Debrecenben, de hát meglátjuk, mert ez a Bódi szaga már tart egy ideje, és akkor középen szerintem meg vagyunk, tehát Vargával, Bódival, Dzsuzsákkal, adott esetben Baráttal, vagy Bényeivel, és hogyha Haris nem engedjük el, bár én elengedném, akkor még ott van egy Haris is, tehát középre meg vagyunk, de a két szélső poszt, szerintem az is olyan, hogy kellene oda egy fix kezdő. Jobb szélre én mindenképp Pintérrel számolnék, ha marad, de bal szélre például kit tennétek?
Mert ha ilyen Ugrait biztos nem kezdetném, ott hát, beszélni. Kezdjük ott, hogy én Ugrait meg se tartanám, mert ugye lejár a szerződése, felejtsük el szerintem, tehát engedjük el, nincs rá szükségünk. Hát ez egy jó kérdés, hogy ott kit szerepeltetnék. Adott esetben Szécsi, mint ahogy a szezon tavaszi részének nagy részében. Vagy majd, ha jön Könyves, akkor ők lehetnek jobbal, váltogathatják egymást. Nem tudom. Úgyhogy először jönnek a középhátvédek, aztán jön egy támadó, aztán a többit meg majd meglátjuk annak függvényében is, hogy kimarad. Hogyha nincsen gondolatotok erről, akkor szerintem ezt a blokkot is zárhatjuk. És hát akkor így útjára engedjük nyári szünetre a csapatot. De várjál, még a célokról nem beszéltünk. Hát azt elmondtam gyorsan, hogy maradjunk bent. Hogyha más cél van szerinted a fejedben, akkor nyugodtan tedd hozzá, vagy hogyha van hozzá gondolatod. Hát én csak itt az ilyen anomáliákra hívnám fel a figyelmet, hogy tavaly nyáron még hangzatos kijelentések voltak, hogy itt a visszajutás után azonnal kvázi meghatározó csapatnak lenni, és 1-2-3 éven belül nemzetközi kupa, aztán hosszú távon bajnoki cím. Most azért már mindenki óvatosabban nyilatkozik, már Szabó Péter is azt mondta, hogy a bennmaradás, és most Özsérnek a legfrissebb nyilatkozatában pedig konkrétan ez így ki van hangsúlyozva, hogy a célunk a biztos bennmaradás kiharcolása. Ezzel egyetértek egyébként, csak itt felhívna a figyelmet, hogy itt azért voltak ennél merészebb kijelentések is, amik már akkor sem tűntek reálisnak. Hát azóta szembe jött velünk a valóság az NB2-ben, hogy bizony ez a keret ilyen formában még néha oda is kevés. Illetve az a fajta valóság szerintem, amire nem tűnik úgy, hogy számítottak volna a vezetőség szempontjából, hogy nagyon kevés szponzor érkezett. És ugye ezért is kellett ez a jelentős támogatás külső forrásokból, mert hogyha ezt egy szponzor magára tudná vállalni, akkor adott esetben ugyanezzel a támogatással azért mennyivel messzebbre is lehetne nyújtózkodni, így meg nincsen nyújtózkodási lehetőség. Úgyhogy szerintem a következő szezonnak, hogyha már így NB1-esek lettünk, ez is egy kulcs momentuma lehet, hogy jönnek-e majd kisebb-nagyobb szponzorok, és jönnek-e azok a szponzori pénzek, amik ilyenkor nagyon nagy szükségesek a csapat életében, nagyon nagy szükség van rájuk, de én engem nem fog zavarni, hogyha jövőre a kiesés elől menekülünk, és ez lesz a fő cél, csak csináljuk azt minél tudatosabban, és legyen látható építkezése a csapatnak, ahogy egyébként volt ilyen szempontú építkezés szerintem ebben az évben is, amiket lehetett látni pozitívnak, a többi meg majd adja magát. Messze van még azért. Sok minden zajlik majd itt az első fordulóig még. Na úgyhogy ezzel szerintem tényleg útjára bocsáthatjuk a csapatot. Jön a nyári felkészülési időszak, jön most egy Európa-bajnokság, hát a DVSC-ből ugye senki nem lett kerettag, még Dzsuzsák Balázs sem, ahogy azt Rossi meg is ígért, aztán a végén már nagyon felháborodva válaszolgatott, hogy hagyják már békén Dzsuzsákkal gyakorlatilag. Hát megmondta, hogy NB2-ből senkit nem fog beválogatni. De azért vannak egy-két kivételek, akik a szempontrendszerében. De kivételek vannak, igen, de hát Balázs az nem kivétel. Az ő dolga, ő döntése, annyi mindent letett már itt az asztalra rossz, hogy megbízom benne, ettől függetlenül én szerintem odafért volna a bővített keretbe Dzsuzsák, pláne annak ismeretében, hogy a posztján komoly hiányzók lesznek, vagy lehetnek, ugye itt Szoboszlai meg Kamár, de ebben most nem menjünk bele ennyire részletesen, nagyon szurkolunk majd a magyar válogatottnak. Amiről még beszéljünk csak pár mondatot, mi a helyzet a Lokomotív bloggal, hogyan képzeljük el így a jövőt, azért ez egy nehéz időszak volt szerintem nekünk is, ez az NB2-es időszak, pláne a streamelt meccsek miatt, a kiesés miatt, próbáltunk újítani egy-két dologban, ilyen volt például a játékos szavazása a cikkeink végén, kevesebb, szubjektívebb tartalom jelent meg szerintem, mint korábbi években, vagy ilyen blogszerűbb tartalom, azt inkább a gondolatainkat próbáltuk belesűríteni az összefoglalóba. Hát szerintem itt a tavasz szezonban látható volt, felvettünk egy olyan ritmust, hogy beharangozó, összefoglaló esté. És ez ment ugye minden héten. Ugye hétközi tartalmak gyakran nem voltak, csak meg egyéb mondjuk, volt hétközi forduló. Korábban azért mindig volt egy-két rovat, amivel próbáljuk feldobni.
Hát, hogyha már NB2-esek maradtunk volna, az nagyon nehéz helyzetbe sodort volna szerintem minket, mert ott már a motivációnk az nekünk is nagyon a békafenék alatt lett volna. Úgyhogy ezzel nem kell aggódni, tehát visszük tovább a blogot. Hogy mik térnek majd vissza rovatokként, én még nem gondolkoztam rajta, szerintem te már igen. Én gondolkodtam, igen, volt is még évelején egy ilyen röpke kis szavazásunk a oldalunkon, így külön nem hirdettük meg, csak kint volt pár napig vagy hétig az oldalsában, és jöttek is szép számmal szavazatok, hogy az volt a kérdés, hogy melyik rovatunkat hiányolod leginkább. Hát amit meg tudok ígérni, hogy visszatér, az a Power Rankings, az nekem egy személyes kedvencem volt mindig is, ugye én készítettem, meg írtam össze, meg szedtem össze a ti rangsorotokat, ez biztos, hogy lesz, tehát erre már ti is készüljetek, hogy majd basztatlak titeket bizonyos fordulóként, hogy írjátok meg a sorrendet. Lesznek szerintem, lehet, hogy visszatérnek majd a hónap legjobb szavazások, azt még nem ígérem biztos, hogy még nem gondolkodtam ezen, hogy hogy oldjuk meg a jövőben, de lehet, hogy valahogy valamilyen szinten majd itt lesz visszatér, és akkor ilyen évvégi szavazás megint lesz, ahol bekapcsoljuk majd mondjuk a meccsvégi szavazásokat is, mint plusz pontok. Szerintem ezen el lehet gondolkodni. Hát nem tudom, az ilyen egyéb rovatok, az ilyen kis filler rovatok, mint büszkeség, citromdíj, fantomok, ez majd kedv és idő kérdése. Ami viszont jelenállás szerint szinte biztosan nem fog visszatérni, az a Instat. Ennek olyan prózai okai vannak, hogy nincs több hozzáférésünk az Instathoz, úgyhogy sajnos ez van, mi sem tudunk böngészgetni az adatok között. Ha bárkinek van olyan hozzáférése, akár Instathoz, akár más statisztikai adatokhoz, amit szívesen megoszt velünk, akkor vállaljuk abszolút, és akkor ez egy erős kontent lesz a következő évben, de jelenleg nincsen hozzáférésünk ilyenhez, lejárt a licenc. Így van, hát kézilabda rovat is eléggé inaktivitásra vonult, itt ugye Iceman a rovat felelős, neki is azért elég elfoglalt időszakai vannak, nem tudom, hogy tervezi majd a következő szezont, lehet, hogy ő is jobban aktivizálja majd magát, ez majd a jövő kérdése. Most így hirtelen más, nem tudom. Te neked volt egy player rankings rovatod, azzal esetleg hát van-e terved? Nem? Szerintem nem fog visszatérni. De majd kiderül, nem akarok az abba ígérni semmit, se pozitív, se negatív irányban, mert ez mégiscsak egy blog. Volt egy 12-es tippjáték, azt is biztosan mondhatom, hogy nem fog nem, visszatérni. Az estén, gyertek az estére tippelgetni majd, és akkor ott megy ugyanúgy. Igen, hát az nekünk macera volt azt vezetni hétről hétre. Sok probléma is volt vele, úgyhogy ezt nem szeretnénk a vállunkra menni teherként, úgyhogy ez sem lesz. Hát mondom, az egyéb dolgok pedig majd meglátjuk, ahogy alakul. Lehet, hogy nyáron elkap majd a hív, és unalmamban megírok egy csomó olyan cikket, amit majd lehet csepegtetni így a szezon során, aztán lehet, hogy egyáltalán nem lesz hozzá kedvem meg időm, úgyhogy ez még a jövő kérdése. De mondom, tehát Power Rankings biztos, hogy visszatér, hónap legjobb szavazások sanszosan visszatérnek, a többi meg majd alakul. Na hát röviden ez lett volna, vagy hosszan ez lett volna a mai adásunk. Hogyha van olyan kérdésetek, amire nem adtunk választ, vagy amiről nem beszéltünk, akkor írjátok meg mindenképpen kommentzónában a videó alatt, vagy akár a blog felületen, vagy akár Facebookon igyekszünk rájuk felelni. Ja, és az átigazolási rovat fontos ezt. És az átigazolási rovatunk ez már elindult. Elindult a héten, érdemes lesz figyelni. Igyekszünk most már nem csak a sajtóban megjelent információkat feltüntetni, mert volt egy kísérleti jellegű próbálkozás télen, amikor ezt a Zuhany híradó rovatot üzemeltettük, amikor ilyen szurkolói körökben terjedő pletykákat is feltüntettünk, ugye forrás megjelölés nélkül. Messzi még mindig elérhető. Úgyhogy ingyen, most ugye konkrétan Szatmári ugye még nem jelent meg a sajtóban, de már kiírtuk Kinyiknek a esetleges Paksba távozása ugyanez a kategória, és hát most már lerántottal itt a leplet Pintérről, így amikor az adás kimegy, már szerintem frissítem a cikket is, de csak akkor, amikor az adás kimegy, addig még mindig hadizguljon mindenki, hogy kiről lehet szó, hát ha addig esetleg megcáfolják,
úgyhogy ezeket is, ha van rá módunk, és ha csak nem mondja azt az informátorunk, hogy ez erről nem szabad beszélni, akkor nem, de egyébként igyekszünk minden ilyen infót. És kezeljétek rá egykaként nyilván ezt nyilván, is továbbra is, tehát igyekszünk azért utána menni, hogy nagy hülyeség ne legyen, de lehet, hogy belefutunk nagy hülyeségbe, ez benne van ezekben a dolgokban, de hát... Az fontos, hogy nem mi találjuk nem rájuk, ezeket, találjuk. És nem az a szándékunk vele, hogy bármikor is feszültséget generáljunk. Tehát ez van. Tehát ezért is, hogy ha jön olyan info, hogy mondják, hogy ne adjuk tovább, akkor azt nyilván nem szoktuk továbbadni. És kár is ezzel kapcsolatban Facebookon írkálni, hogy van még valami olyan, amit nem írtatok ki, és elmondjátok, mert nyilván, hogyha elmondanák, akkor kiírnánk, ha meg van is, de nem akarjuk elmondani, akkor nem fogjuk elmondani. Tehát ez ilyen dolog, de általában azért ez nem szokott jelen lenni, hogyha már hozzánk eljut, az már egy olyan úton jön, ami már majdnem, hogy fixre vehető. Na, úgyhogy ez lett volna. Nyilván lehet velünk bármilyen dologban nem egyetérteni, és fontos itt is hangsúlyozni, amit mindig elmondunk, van, amikor sikerül megérteni, van, amikor kevésbé, hogy itt nyilván, amikor mondjuk játékosokat értékelünk, akkor nem a személyüket értékeljük, hanem a teljesítményüket, azt a 90 percet, amiben pályán vannak. Attól függetlenül lehet, hogy nagyon fasz a gyerekek, és nagyon jó velük együtt csörözni, meg beszélgetni, meg jó színbarát. Eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy fontos dolog, hogy mi az, ami nem tér vissza, az osztályzások. Biztos, hogy nem fog visszatérni. Pontosan emiatt egyszerűen meguntuk azt, hogy folyamatosan kapjuk a feedbacket, általában negatívat. Volt, hogy az érintettektől, vagy hozzátartozóktól, szóval nem hiányzik ez nekünk, hogy emiatt folyamatosan csesztetve legyünk. Vagy folyamatosan mindenki meg volt, hogy bizonyos játékos ítélni, szeretünk, igen. Bizonyos játékos nem szeretünk, mert vele jó olyan kapcsolatban vagyunk. Abszolút mindenkitől, aki írt, összefoglalt és osztályozott az elmúlt években, én azt vettem észre, hogy totál megpróbál objektívan értékelni, és nem azt beletenni, hogy kedvelem-e, mert nagyon sokszor volt, hogy nagyon kedvelem a játékost, de lepontoztam, mert nem olyan teljesítményt láttam tőle azon a 90 percen, és az volt fordítva is, hogy felpontoztam valakit, akit egyébként kevésbé kedveltem, mert mondjuk ott volt a haladás, nem is tudom, azt kiírta azt az összefoglalt haladás meccsen, amikor szintén 4-2-re nyertünk, és Holman Mester 3-as is. Tízest kapott talán? Nem is rúgott Mester 3-as. Akkor, meg tízes, meg pláne nem akkor mit csinált? Akkor két tízest, gól, meg gól tízest passz? Egyedül Halmosi kapott, és azt akkor is tőlem. Meg Zsóri az ilyen jelképes tízes volt a ollózás. Mindegy, magas pontot kapott akkor is, hogyha Holmant akkor éppen nem csíptük, és már vártuk, hogy na akkor hát, ha elviszi egy másik csapat. De attól ugyanúgy értékeltük pozitívan. De ott mit csinált a haladás ellen? Két gólja volt, nem? Meg okay, volt, két gól, egy gól passz, igen. Úgyhogy, de ettől függetlenül annyi zrika ment rá attól, aki nem értett velünk. Annyira nehéz sokszor elfogadni az embernek, hogy valaki másnak más. Meg általában ez volt a téma a komment szekcióban, és nem a meccs, hanem az, hogy kinek miért. Ennyi a kérdés. Engem azért néha kiábrándította, amikor mondjuk tényleg több óra energiabefektetés volt egy összefoglalóban, és csak az volt a hozzászás, hogy XY miért nem 6-os, miért 5-ös osztályzatot kapott. És ott egészet is nem hat. Meg melyik meccset néztétek, nem is így játszott. Nem hiányzik ez nekünk. Úgyhogy jobb ez a szavazózsi szerintem. Meg így nem lehet belekötni, mert a legjobbakat emeljük ki. Nyilván, aki nincs beszavazva a legjobbnak, akkor az vagy átlagos volt, vagy nem volt jó. Mindenki látta maga, hogy milyen, aztán el tudja dönteni, hogy neki mennyire tetszett, vagy nem. Meg a kommentzónába le lehet írni ugyanúgy. Tehát van is olyan, és ezt én tökre örülök neki, és nagyon szívesen olvastam mindig, amikor valaki egy részletes elemzést itt a játékosokról, mint nincs. És egyébként azt is tegyük hozzá, hogy ez nekünk is könnyebbség, mert sokkal hamarabb el tud készülni egy összefoglaló. Ez is volt egyébként a szemünkre vetve, hogy miért nem jön neki hamarabb, ugye még sokáig ezt tartottuk ütemként, hogy a meccs másnapján sokszor 24 óra elteltével jelent csak meg a cikk. Hát sokszor azért, mert ez elvette a rengeteg időt, meg energiát. Te konkrétan azzal kezdted mindegyik cikkedet, igen. Hogy játékosokat értékelted, és akkor utána megírtam hozzá. Tudom, hogy elkezdted írni, és két óra múlva még írta, hogy figyelj már ennek a játékosnak, 5-ös, 6-os, hogy látjátok? Mit gondolsz? Volt olyan sokszor, hogy lepontoztam mindenkit, megírtam hozzá a cikket, és akkor utólag átgondolva ez alapján még módosítanom kellett a dolgokon. Szóval ez sokszor nagyobb időbe igényt felemésztett, és most viszont, ha megfigyeltétek, azért nagyon gyakran
még a meccsnapján megjelennek a cikkeink van, hogy már a lefújás pillanatában Csibó mondjuk csesztet, hogy küldjem a szabadós linket, hogy beletegye. Ugye az azért is, mert Covid volt, és nem a helyszínen volt. Jó, tehát persze, nyilván ez is közrejátszik. Több cikkemet közvetlenül lefújás, és akkor írom meg, sőt volt olyan is, hogy unalmas a meccs, és akkor a félidőben én már kezdtem megírni, és akkor leírtam az első félidőt, és a második félidő közben meg szépen, ahogy zajlott az eset. De ősszel viszont még jártunk meccsre, és akkor ugyanúgy hamar megtudott voltunk. Most én a magam példájából indulok ki, hogy én például nagyon sok összefoglalót pikpak össze tudtam dobni, és nem ment a minőség rovására az, hogy hamarabb meg tudtam írni. Én így érzem a saját cikkemmel kapcsolatban. Na hát ez lett volna, úgyhogy ezt fontosnak tartottam itt is kiemelni, hogy a játékosokat a teljesítmény alapján értékeltük ezen a mai Dokizóna adásban is, és attól függetlenül, hogy valakit lehúztunk, vagy felmagasztaltunk, köszönjük minden játékosnak a részvételt, azt, amit beletett a csapat teljesítményébe, és köszönjük nekik a bajnoki címet, mert azért valljuk be, még hogyha nehéz is volt ez a haladás elleni meccs, azért jól volt egy nagyot fújni a végén, és örülni annak, hogy bajnoki cím van, mondta mellettem ülő szurkolótársam is, jó barátom, hogy hát Csibu, most ezt nézzük meg alaposan, ki tudja, mikor ünnepelhetünk legközelebb kupa átadást a Nagyerdei stadionban. Hát lehet, hogy ebben az évtizedben nem fogunk. Hiszen, hogyha magyar kupát nyerünk, akkor az nem a Nagyerdei stadionban fog történni, és nem itt lesz az átadója. NB1-et megkérdés, hogy... Hát de egy bronzérát is ott is van. Azért, de arra mondtam, hogy kupa átadó, szigorú nem érem. De ott is szoktak adni kis ilyen kristálykelyhet. Jó, hát az... De pont ezt voltam a vlogban is, hogy nekem az például jobb élmény volt, értékesebb volt, mint ez. Nagy siker volt szerintem az a bronzérem. Na jó, hát így 3 órával nagyjából az adás kezdete után zárjuk ezt a lokis blokkot. Reméljük, hogy tetszett nektek, hogy érdekes dolgokról beszéltünk, és tényleg arra bátorítok mindenkit, hogy írjatok kommenteket, akár negatívat, azt hogy miben arra bátorítasz, hogy neked tud írjon cikket. Írjatok cikket is simán, tehát ha valaki ír tök jó cikket is elküldi nekünk, nagyon szívesen kitesszük, úgyhogy de írjatok kommenteket, bátran írjatok meg, mi az, ami kevésbé tetszett a csapat teljesítményében, ebben az évben, akár a mi teljesítményünkben, a mi dolgaink, amiben lehet változtatni, előrébb lépni, megírjátok meg azt is, hogyha valami nagyon tetszett, mert azért általában még mindig az jellemző a közösségi médiára, hogyha valami nem jó, akkor ott megy a fújalás, meg a köpködés, meg a bírálat, amikor meg valami jó, akkor meg mindenki csendben van, mert hát igen, ez így természetes. Nem feltétlenül természetes az, hogyha valami jó, lehet olyankor is megírni, hogy ez tök jó volt, srácok. Köszi, vagy ez jobban tetszett, legyen ilyen jövőre is, és akkor az is egy jó visszajelzés, amire szerintem az összes bloggernek, nem csak a Lokomotív blognak, vagy a Semleges térfélnek, hanem bármilyen youtubert követtek, vagy bloggert követtek, akkor érdemes néha egy ilyen pozitív gondolatot, megjegyzést, visszajelzést hagyni. Köszönjük az egész éves figyelmeteket, amit az idén során nyújtottatok. Hajráló ki jövőre is, nagyon várjuk az új szezont, de előtte hajrá a magyar válogatottnak majd az EB-n, úgyhogy kitartást és jó szokkolást, majd sziasztok! A Lokizóna természetesen folytatódik a 4. évaddal majd a következő szezonban. A gyakoriságot még nem tudjuk, nyilván majd mindig igazodunk a főképp a válogatott szünetekhez, de addig is minden hétfő Semleges térfél velem, legalábbis ott Tali, úgyhogy köszi a figyelmet, sziasztok! Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok, hajrá Loki! Én is köszönöm mindenkinek az egész éves figyelmet, és következő szezonban is hajrá Loki!